és uraim! Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk, 11 perce. Jó reggelt mindenkinek, hello! Hát sziasztok! Jó reggelt! Jó reggelt kívánunk mindenkinek, péntek van, gyerekek, ez a hét is elment. Yes! Így kell ennek lennie. Ez a hét is elment, úgyhogy, hát igen, a hét utolsó munkanapja. Istenem, de kár érte. Úgy szeretnéd, ha hétfőn. De nagyon szeretném. És mire vége a januárnak, mert nekem a jövő csak háromnapos, aztán utána ugye már csak egy hét van, és már február. Uh-huh. És az már onnantól kezdve kilátás a tavaszra. Aha. A február egy. Hát, az a kilátás. Én pozitívan gondolkodom. Igen, igazad van, de hogy az évszakok tolódása miatt, amit sajnos tapasztalnunk kellett már az elmúlt években, lehet, hogy pont akkor jön majd be a tél, de ebben az biztos. Évben már, nem ebben az évben, hanem ebben a hónapban már biztos, hogy nem lesz tél. Nem lesz tél, viszont április-márciusban igen. De ezt már mondták, hogy akkor... Hát tudod, azért mind március 15-én tavaly is mi volt, szerintem megérkezik ez még, csak arrébb tolódott. Április hideg, és akkor május-június körül majd jön a nyár. De minden esetre ez már jó, ha 5-6-ig világos van, látjátok? Tegnap pont néztem, azért az már... Erősen kifelé megyünk azért ebből. Tegnap láttam egy nagyon pozitív kis összeállítást a híradóban arról, hogy a szőlőtermelők, illetve a szőlővel foglalkozók, bortermelők, azok most egy picit aggódnak a jégbor miatt, mert hogy azt ugye fagyban kell szüretelni, és hogyha nem lesz fagy, akkor nem lesz jégbor idén. És na idáig már megint negatív. Már megint, hogy hívják lesz, és akkor... És a végén! De hogy még azért bíznak benne, hogy mégiscsak jól alakulnak a dolgok, és akkor viszont meg nagyon jó termés várható. És annyira örültem neki, hogy végre nem negatív kicsengése volt az egész dolognak, hogy akkor minden fönt rohad meg majd a tőkéken, és nem lesz belőle semmi, és akkor de a végén mégis ott volt, hogy de aztán mégis lehet, hogy ez lesz egy nagyon jó termés lesz, és nagyon jó bor lesz belőle, és mindenki boldog lesz a végén. Az újabb haláleset előtt szerintem. Előtt ugye azt közölték volna, igen. Mert a híradó most már tényleg erről szól. Fogadjuk, hogy ez nem kereskedelmi tévés volt ez a híradó. Ahol a szőlészet volt, ne hülyéskedj. De ugye minden, de hallgassátok meg a híreket, minden évben januárban elmondják, hogy szörnyű lesz a termés, és éhen fogunk dögleni, most és nem tényleg? Lesz gyümölcs, és elvirágoznak a fák, és a természet ezt aztán mindig rendezi. Nézd, volt már olyan, hogy nem volt gyümölcs, volt olyan, hogy nem volt szőlő. Volt. Lehet, hogy kicsit kevesebb volt, nem meg lehet. Kicsit sokkal. De sosem volt baj, nem tavaly nem volt, bocsánat, kajszi barack. Na és? Ellopták, mi az, hogy én is? Az én... Ez megint ilyen kereskedelmi tévés, igen, kereskedelmi tévés hírszerkesztés, meg rádiós hírszerkesztés, hogy hát most már akkor a vész van. Biztos van egy kicsi, persze, meg lehet, hogy most kevesebb krumpli lesz, meg nem tudom, de minden évben rendezi ezt a természet, és valahogy azért megoldja. Elfogy egy kicsit januárba, virágzik majd áprilisba, és volt szőlő tavaly, volt barack, volt alma, volt minden. Kajszi barack nem volt. Most hallottam, nem volt barack. Ugye, de véletlenül sem a prémium minőségű szeszek miatt mondod, amik kajszi barackból készülnek. De azek azért mondom. Na hát, de azért annyira mondom. Annyira azért sem. Mondom. Na hát, jó. Én ezeket már úgy engedem át magamon ezeket a híreket, hogy egy hús, tudod, nincsen jó, következő, oké, okay, jó, oké, okay. Tudod, szóval, hogy ez ilyen, töltsük meg azt a 6 percet, sáska vész. Kaposváron. És láttak egy ilyen fél kegyelmű sáskát, aki eltévedt egy csomó. Nyomorultkot a szegényke. Igen, sáskavész turkevén. Most jött már egy nyomorult bocsáska, tudod, ott mászkált valahol. Szóval, hogy ez ilyen... Megint beköltöztek a belvárosba a baglyok. Igen. Lapozzuk utána a jelenések könyvében. Lezabálják a termést. És tudod, valaki kiengedte sétálni a bagját egy kicsit ott a kaposvári főtéren. Úgyhogy... Majd akkor szóljatok, ha nem lesz semmi. Jó, de tényleg jó, semmi? Jó, akkor szóljatok. Ja, na, akkor elhiszem. Még csíra se. Még csíra se. Biztos tudod a legjobban, bocsánat, Feri, hogy annyiféle gyümölcsből készítenek már pálinkát, hogy nem a kajszi barackból fájni neked szerintem. Hát az úgy működik, a természet igazságos, ami rohad, az erjed is egyben. Érted? Tehát, hogy amíg van bármi gyümölcs, addig van szeszesítve. Meg hát lehet vigasztalni tényleg másik. Ez sem volt kajszi barack, csin-csin. Hozz egy szilvát, jó lesz az is. Hogy csináltam én végig a tavalyi évet, hogy kajszi barack nélkül? Most ezt nem tudom. Őszre jöttél be, no, csapkodtál össze-vissza, puffogtál. Na, Bali, miért vagy ennyire? Rohadt életben nincs kajszi barack. Nincs kajszi. A rohadt életben mit csináljunk? Ezt sorstoltatom, a homok tevésből van. A rohadt életben mit csináljunk?
Na mindegy, úgyhogy ezeknek nem kell bedőlni. Volt mája, hogy meleg volt januárban, lett termés, volt mája, hogy márciusban hó volt, lett termés. Tavaly mi volt? Márciusban volt hó, nem? Uh-huh. Brutál hideg, mindenki autópályán ragadt, hatalmas nagy káosz. A Kajszibarackon kívül azért minden volt. Túléltük, a természet is túlélte. Tehát, hogy nem? Megörülök az ilyen riogatásoktól. Jó, de tavaly azért nem volt ilyen 10 fok januárban. Most megszívják magukat a rügyek. A piacon hallottam nagy előadást erről, a két kofa beszélgetett. Megszívják magukat. Nem úgy. Nem így szívják meg. Hogy nem az a baj, hogy elkezd virágozni valami, hanem hogy elég az neki, hogy ilyenkor a rügyek megszívják magukat nedvességgel. Igen. Már ugye készül arra, hogy majd ő kirobban. De nem robban ki, mert nem fog kinyílni maga a rügy, hanem csak tele van nedvességgel, és jön a fagy. És? Sárikám, tehát tavaly előtt is mi volt, mondták a piacon a néni, hogy ugye azt mondja, hogy megfagy, és maga a nedvesség. 2012, a májjára kérdezik. A nedvesség szétnyomja a rügyet. Aha. És akkor ezért nem fog aztán rügyezni. De aztán újra rügyezik. Aztán egyébként újra. De Sárikát ez már nem érdekelte, mert jött egy vevő. Sárika elment, és valamit el kellett adni. Kajszi barackot adni. De nem, kajszi barack ez nem volt. Nem, de ez idén volt. De ez már idén volt. Ez idén volt. Hogy lenne? Ja, mondjuk annak, hát akkor megérted. Se tavaly, se idén. Hát azért Tibi írja, kedves hallgatónk, Feri, sose volt annyi gyümölcsünk, mint tavaly. Gyümölcsöd volt? Hát jó, de kajszi az nem. Volt kajszi? Nem volt kajszi, érted? Meg én nem tavalyt mondok. Kedves vagy, tavaly... Tibi, de gondolj a kajszira. A kaj, érted, a kajszi. De mindig van, persze, egyébként mindig van minden. Most is lesz. Na, mi újság egyébként? Kajszine. Ja, minden a legnagyobb. Minden rendben. Rendben? Persze, nincs semmi gond. Mi a helyzet a teniszfronton? Van-e valami meglepetés? Ma játszom. Ma van egy meccsem. Ma játszom. Kivel? Henrikkel. Oh, ja, úgy érve, az kemény. Na, azt hiszem, hogy nálad is. Ausztráliát. Igen, hogy mondod, hogy ma játszunk, nem, hogy Rozsé. Már hogy ennyire, ja, hogy összegyógyultatok, hogy ez a kicsit betegek vagyunk, fáj egy kicsit a hasunk. Igen, ma nem kakiltunk. Amíg nem kakiltunk. Azt, gyerekek, hogy azt megreutálom, mikor egy szülő így beszél az anyukája a gyerekével. Nem, ma játszom, de semmi különös, ma nem lesznek nagy meccsek. Tegnap Nadal Roger nyert, azt hiszem a Murray játszik, de ma nincsenek olyan nagyon, legalábbis nem tudom, nem érdekel annyira, hogy ma mi van. Mert. Mami. Mi van, mami van? Mami nem érdekel ennyire. Mami van. Szívesen mondom, de nincsenek most akkora meccsek. Hát szerencsétlenek benézték azért ezt a 45-50 fokot. Egész Ausztráliában ez van. Tegnap volt a szinti híradós összefoglaló, hogy úgy strandolnak, hogy ilyen stégek alatt tudnak csak bemenni a vízbe, ez kivész a napra, és véget igen. Van. Azért ilyenben egy ilyen sportteljesítményt lenyomni 40 fokban. Bődöre. Nagyon kemény. Nagyon-nagyon durva. Egy 3 órás szettet végigütni. Na most például, hogyha Ausztráliában élnék, azért egy picit aggódnék már. Tehát, hogyha mondjuk ezek a... Mondjad csak, el se tudod képzelni, hogy mi van 40 fokban. Tudod, egy a koalák... Egy darab kajszi se. Hát ott nincs egy darab kajszi se, az biztos. Tudod, hogy a koalák hogy megborulnak a 40-ben? Mert a koala azért jó állat, mert gyakorlatilag születése után közvetlenül betépve éli az életét. Ugye egyfajta eukaliptusz levelet tud csak megenni szegény, ami hát gyakorlatilag ilyen drog hatást van az állatra, tehát születése után, az kis anyatej után azonnal betép ebből a koka levélből, vagy milyen levélből, és egész életét úgy éli le. Egy boldog öröm. Hát 40 fokban akarsz te betépve ülni egy fán? Akkor az egészből nem élet semmit, akkor ezek szerint, mert végig be van tépve egész életébe. Egyébként az eukaliptusz termése mi a helyzet, Feri? És ha nem lesz, érted, eukaliptusz levél? Hát igen, akkor nem tud bemászni a stég alá. Akkor mi lesz a koalával? Hát igen. Te figyelj csak, ezt ne frocvizzál már, te nem érzed ennek a súlyát. Jó, hát dehogy nem. Nekem igazából nem, teljesen lehet, hogy milyen a lehelet, tehát csak jó gyümölcsös legyen. Egyáltalán nem. Szóval meleg van. Meleg van. Ennyi. Ausztráliában itt annyira nincs. Tegnap taxisztam, egyet mennem egy helyre, ahol nem lehetett parkolni, és akkor inkább én azzal mentem. Én egész jól fizetnek. Már napközben is. Délután este felé. Már napközben is iszol. Már napközben is iszol. Én azt hittem melózik, de akkor te ezek. Ide is úgy jöttem, tudod, én reggel úgy a kávéhely, sőt, én fogmosás után pálinkával öblögetem. Nem csak este iszol, de most már napközben is. Nem iszik, a szemébe csöpögteti. Az ínyét törzsöli be a pálinkával. Na jó, van, akkor nincs ebben. Na, akkor mondom, hogy Del Potro kikapott addig. Ki az Isten az a Del Piero? Del Piero. Szörnyű hír ez nekem. Erről laptopokat gyárt.
úgy hallottam. Egy ilyen számítás technikai cég. Na figyelj fel, ha megnyugodtam, mesél, de mi volt ennyi? Ja nem, csak hallottam a forgalmazást, mert most már nem nagyon nyomják a CB rádiót. Hanem, nem lehet nekik, ha, mert telefonon kapja a megrendelést. Nagyon okos a rendszer. Következő dolog, nézi, hogy te hol vagy az autóddal, és ha mondjuk kérsz ide az Üllői útra egy kocsit, akkor ők csak arra a készülékre nyomják ki a kérést, hogy kocsi kérés van, aki itt áll a környéken. De jó. Nagyon-nagyon okos a dolog. Nem is ez a lényeg, hanem ott jött egy ilyen bekérés. Szeretnék kérni ide és ide egy autót, nem dohányzót, de úgy nem dohányzó, hogy soha. És még olyan se üt benne, aki valaha dohányzott. Hm. És így fogta a taxis a fejét. És az ismeretség körében. Hát most képzeld el, hogy te az utasról tudod, hogy dohányzik, vagy nem dohányzik, ha nem tudod. És ilyen kérések. Kérdeztem a csávót, hogy vannak ilyen kérések. Azt mondta, hogy a következő, ami nagyon szokott röhögni, ez minden nap van egy kérés. Kérek egy alkategóriás autót, az ugye a legjobb, csak nem Mercedes-t. És ezt mindig elmondja a megrendelő. Esküszöm, hogy ott nem mondanám, kérek egy, és ez minden nap rendel az arc, kérek egy alkategóriás autót, bármi lehet, Mercedes nem. És akkor kérdeztem, hogy tudjuk, hogy mi a baj az embernek a Merjóval? Mert nagy, kényelmes, elmegy, meg most érted, üsz benne egy fél órát, mire elérsz valóban, nem mindegy. Viszont az ember, hogy nem lehet megmondani, és még számtalan ilyen van, tehát rigója van egy taxi rendelésben is. Én ezt egyébként valahol, de valahol egyébként egy kicsit megértem. Tehát, hogyha a Laci, ami szerkesztünk, például úgy kér autót, és tökre megértem, hogy kifizet 7000-8000 forintot egy fuvarért, ami nem kevés, de most a taxizás nagyon megdrágult. Azt mondja, hogy ne legyen benne autóillatosító. Ő el autót kér, mert fölfordul a gyomra. Tökre megértem, hogy nem akarsz úgy 40 percet ülni egyébként, hogy egy ilyen Wunderbaum most, egy ilyen kicsi cigi, kicsi Wunderbaum, kicsi dohányszak között ott ilyen gyomor felfordulva utazol, te egyébként lehet, hogy 40 percet, ha belekerülsz egy dugóba. Én nekem is vannak, hát ezek nem rigolják, én is szoktam ilyet kérni. Én például mindig kikötöm, vagy sokszor, hogy én nem szeretnék ilyen tolóajtós, ilyen egyterű beülni, aminek nem lehet dönteni a hátsó támláját. Mert hogy, vagy, tehát kényelmetlen, és egy normálisabb autót szeretnék, igen. Na de van ilyen, hogy mergafóbia? Tehát, hogy nem akarom a német ipart támogatni? Szerintem ő vagy egy BMW fanatikus, tudod, aki erből nem ül be, vagy valami rossz élménye van, a Mercedes egyszer ott hagyta. De hogy szerintem ez... Ilyenről még nem hallottam. Olyan volt már, hogy Balázsról utaztunk valahova, és akkor ő rendelt is mondta, hogy csak Alfát ne, hogy odaírjuk. Nem, olyan volt, hogy jött egy taxi, Alfa volt, és mondtam, tesó, ne arra, ugye. Ne, ebben nem szállsz be, mi? Mert nem tudod, mi a jó. Ennyi, van ez így, gyerekek. Valaki a Merci, de valaki az Alfára úgy. Illetve Alfába úgy szálltam, hogy kikértem egyrészt a szervizkönyvét, mert megnéztem, hogy van ilyen emergency kártya, tudod, amíg bár a helikopteres kimentés vagy valami, de mondta, hogy minden van, úgyhogy izé. És mondta, hogy Eli, akkor te menjél inkább BKV-val, mert akkor legalább legyikünk legyünk ott, legyen majd ott azon az értekezlet. Neked nagyobb esélyed vagy oda. Istenem, mit tudtok ti? Na de. Jó, egyébként ilyet után megcsinálhatjuk, nem tudom, a diszpécserek tudnak-e élni, vagy taxisofőrök, de ez érdekes, hogy milyen utasok vannak, meg milyen háklisok. Engem ez érdekel, hogy ki mit kér, ki hogy viselkedik autó. Most nem ez egy berugott, és este 6-kor összeállít a kocsit, nem erre gondolok, hanem hogy mit kér, akar-e beszélgetni. Én például nem értem a kényszeresen előre ülőket se. Tehát, hogy... Dumcsizol, én mindig előre ülök. Én soha nem ülök előre. Hátul rosszul vagyok. Tehát hátul rosszul nyilván. Én nem ülök előre, taxi, mindig hátra ülök. Mert mizantróp vagy, bezárkózol. Nem szeretsz beszélgetni. Én nagyon látom nézni az e-mailjeimet, tudok telefonálni egy párat. Tudod, ilyen, ha valami olyan a témánk van, akkor nagyon szívesen. Amúgykor megbeszéltük, hogy kapják a címeket, meg hogy mennyire nem jó ez neki, hogy ilyen lehalkított ilyen izé van. Diszpécser átadás. És mondtam, hogy ha van egy diszpécsered bent a központban, és ezt lefizeted, és akkor az csak neked tolja a címeket. És mondta, hogy igen. Á, nincs ilyen. De! Csak azt mondta, hogy ő nem ismer diszpécsereket. Ugye, mert a diszpécser látja most már egy ilyen kis szerkezeten, hogy te hol vagy. Igen. És rátolja a címet. De a diszpécserrel te jóba vagy, vagy a családod ülott, vagy valami, akkor sokkal több címet tudsz kapni, mint mert egyszerre 6 helyszínen. Nem számít, hogy van egy kollega közelem. Egy helyszínen nem lehet 6 kolléga is, de mindig te kapod meg. És mondta, hogy sajnos neki nincs ismerőse, de hallott már olyat, akinek volt, és annak jön most egy kicsit jobban megy. Hát ez is lehet aztán ilyen városi legenda. És ezt jól megbeszéltük egy 15 percen keresztül. Tehát, hogy ilyenkor így van duma, de... Na miért, de nem így van például autóillat, nem akarsz autóillatosítót szagolni. Nem? Vagy dohányzó autóban nem akarsz ülni, azt is megértem, hát undorító szaga van. És tök drága ma már taxizni. Na, egyébként. Drága, tehát mióta egységes tarifák vannak, másfélszerese lett a taxizás. Kemény. Nem, nagyon kemény. Nagyon kevés, valamelyik gondolkodtam rajta, mert az egyik ismerősöm most ér haza az Egyesült Államokból, és néhány CD-t berendeltem. És tőle? Igen, hogy hozzá már el. Aha.
És hát akármilyen meglepő, szerintem egyébként nem meglepő, aki rendel internetről, azt tudhatja, hogy sokszor olcsóban be lehet vásárolni, mondjuk az Egyesült Államokból valamilyen webes felületről CD-ket, mintha itt lemész a sarki boltba. Hát pont fele annyiba kerül postaköltséggel együtt is, mint a sarki boltban itt. Igen, igen. És az egyiket véletlenül benéztem, úgyhogy egy picit drágább lett. Megint Britney. Nem kevés. Igen, az a rohadt limitált példányszámú Britney. És 2-3 rugóval lett több, szívtam miatt a fogam, de hát már meg volt a rendelés, nem lehetett visszamondani. Aztán belegondoltam, hogy basszus, egyszer-egyszer be kellett szállnom mostanában a taxiba, és amikor nem cég fizette, azért egy ilyen kis Lőrinc Budatétény relációba 5 rugó. Hát igen, nagyon. Aztán arra gondoltam, hogy na most ezt eltaxiztam, persze odaértem időre, oké, de hát az már ment a levesbe, azt nem fogom betenni egyszer a lejátszóba, úgyhogy már nem is fájt annyira az a 3 rugó, amennyivel többbe került ez a CD, amit megrendeltem. Úgy voltam, hogy hát basszus, és a múltkor mi volt? Az nem szórakoztatott annyira, mint az I Lying. Én kérdeztem a taxisokat most, ahogy tegnap is mentem, hogy megérte? Jó ez az emelés? Mert ugye látványosan kevesebb a melójuk. És ő is ugyanezt mondta, hogy akinek van fuvar, annak jó, akinek nincs, annak akkor se volt jó, most se volt, vagy most se jó. Tehát, hogy nagyot nem változott a dolog. Kevesebb fuvarból tud ugyanannyi pénzt megcsinálni. Igen, hogy kevesebb fuvarra van szükség. Mit szóljon az, aki a kajsziból él, érted? Na, mi lesz az a kajszi? Majd az idén. Majd idén lesz. Na mi újság, hogy állunk játékkal? Hát nem jobban rosszul. Nem állhatnánk. Komolyan? Igen. Aha, 4-0. Nem lehet jobbat csinálni eddig. Aki 4 játékból mondjuk 5-0-át csinál, az nagyon ügyes, nekünk csak 4-0 sikerült. Hibátlanul haladunk előre? Igen. Eddig 100%-os teljesítménnyel az összes adogadásunkat megnyertük. Kapjuk már föl a fejünket, haló! Összes adogatásunkat megnyertük. Hát az összes tájbréket? Mi? Azt már nem tudom. Milyen táj? A kis tájok. Ja, kis tájok, amikor brékelnek. Jön egy kis táj, aha, és brékel. Nem, jók vagyunk. Jó. Zajlik a Blitzkrieg, nem sokára az ellencsapatai beleszorítjuk a csatornába Dönkertnél. Jó van, lehet azért jelentkezni, mert ha valaki ma még nyer, akkor az már az állásról nagyon nem változtat, viszont még nyer egy ajándékcsomagot, és azért az nem rossz. Nem? Hogy még lehet ebből egy darab ajándékcsomag. Tehát ez már egy ilyen személyes harc, a csapatért, a közösségért azért már egész egyszerűen nem érdekes. Vagy nem érdemes harcolni, mert az elment. Na nézzük, mit írnak hallgatóink így kora reggel. Angliából rendelj ilyen Jani CD-t, onnan olcsóbb, ezt Roland küldte neked. Nem minden, tehát hogy nem minden van, meg hát jó, Angliából okay. Nem jött haza éppen senki, érted? Britney. Ja, hát igen, meg azért Britney, mégiscsak Amerikából rendele. Ver triót csinálok a Veretlen Rádiós trióból, írja egy hallgató, hogy nem merjük őt választani. A taxis vagyok, hívjatok, vannak érdekes dolgok. Lehet, hogy 7 óra után ezzel foglalkozunk, majd megnézzük, hogy milyen témáink vannak. Azt nézem, hogy van-e közlekedésünk. Múlt évben rekord volt kajszóval. Jó, nálatok, nyilván. Pálinka főzőmester ezt írja például. Tehát. Jó, hát. Biztos voltam benne, hogy lesz 35 olyan SMS, aki leszakadt a faág. Sose láttak még annyi kajszit, mint tavaly. Ki kellett dobjuk az egészet. Jó, mert korábban volt. Nem volt nekik egyáltalán, és ahhoz képest alatt is. Balázs, a természetet úgy hívják EU, spanyol, hagyma, belga, krumpli, francia, szőlő, portugál, paprika, reflektálva arra, hogy ugye minden volt és tavaly is. Igen. Feri, Tolna megyébe volt kajszi. Nagyon helyes. Majd küldjetek idén, jó? Egy ládával. Amban most már egyébként már rohadtul látom, hogy el fogja árasztani a szerkesztőséget a látaszemről beérkező kajszi barát. Ezt a kajszi ért, Feri. Ezt jól megcsináltam, Feri. Igen. Győr felett chemtrail csíkok vannak, csak mondom. Jaj, hát erről akarok is majd beszélni. De most beszéljünk majd egy kicsit. Látszik? Most nem látszik semmi, abból ne, ő látják. Vannak. Ja, látják? Ja, ti látjátok. Akinek erre van szeme, csak mi vakok, akik tévegünk az élet ösvényén, csak mi hülyék, mi nem látjuk, ők látják. Valamelyik este kint üldögeltem a kertemben. És jött egy chemtrail. Este 8 órakor. Szokmányos a történet. Sötét volt. És mint csobogó víz volt körülötte. Mi más, igen. És fölnéztem az égre. Az aranyalakat. Fölnéztem az égre. És fura volt, megint láttam egy baromi hosszú csíkot. Átmondom, jó, oda rakom ezt a flight radart, megnézem. Tudom, hogy nincs rajta minden gép. Nem tudta beazonosítani. Sőt, egy másik gép, az meg egy olyan rövid csíkot húzott, és ezt se értettem, ugyanabban az irányba mentek. Na be is megyek a rohadt életre, ebből semmit nem értek ebből az egészből gondolt. A lesz chemtrail tüntetés, és arra gondoltam, hogy téged oda valahogy delegálnálak, mint hiteles arc. A chemtrail tüntetés? Lesz. Nem megyek.
Én csak mindig elolvasom ezeket, megosztom, aztán mindenki döntsön értékítélete szerint. Feri, azért nem láttál chemtrail csíkokat, most nem olyan sűrűen vannak a chemtrail csíkok, hogy tök homogénná vált a felület. Érted? Igen, most már az egész a chemtrail-telen részt kell nézni. Aha. Na jó, van. Oké. Okay. Egyetlen dolgot még el kell mondanunk, nem győzünk hangsúlyozni, hogy van egy nagyon jó kis fotóversenyünk fönt az interneten, morningshow.hu, így fáztok ti, keresjük a tavaly év legcsúnyább fenyőfáját, karácsonyi fáját, ebből már nyilván viszonylag kevés van, szerintem nem nagyon van más országban olyan, akinek meg lenne a fája, de ha esetleg lefotóztátok, és mégiscsak lenne, akkor ezt mindenképpen delegáljátok a versenybe, és menjetek fel, szavazzatok, mert a beérkező like számok után fogjuk odaítélni majd azokat a szenzációs ajándékcsomagokat, amiket már összekészítettünk, és ott figyelnek a szerkesztőségben. Igen, és a fák nagyon viccesek, tehát van egy-két jó, van kicsit, hogy mosolyogni akár, menjen nyugodtan. Jó, tényleg Roger Vazelinnek hívják a csávót, aki teniszezik. Roger Vazelin. Így van. Nagyon jól csúsztatott tenyeres. Hihetetlen, a nyesett vonánk elképesztő. Fél hét múlt egy perccel jönnek a hírek, aztán jövünk a játékkal mi is. 10 perc múlva pontosan 7 óra, hello mindenkinek. Cecei és Németkert között teljes útzár, lehet, van ilyen? Biztos. Autóbusz keresztben az úton, sérülés nincs, ezt Isti küldte nekünk. Göncön a hegyek miatt olyan a mikroklíma, hogy mindig van kajszi. Tavaly is sok volt. Maradt, igen. Pálinkát csinálnak belőle, leginkább nem lekvárt. Jó, de finom az. Már Gönci barack. Csúnya baleset a 81-es úton Kisbér után Fehérvár irányában. Hatóság a helyszínen egy súlyos sérült volt látható. Ezt Bálint küldte nekünk. Bakony sárkánynál elütöttek egy buszmegállóhoz igyekvő gyalogost a 81-es főúton. Rendőrök, mentők most érkeznek, félpályás forgalom van ott is. Hú, nagyon sok baleset van ma reggel. Ezt többen elküldték nekünk, köszönjük szépen. És hát igen, nagyjából ennyi. Igen, ez a 81-esen van Bakony sárkánynál, a süti díler is elküldte nekünk. Jó, 4-0, ugye? Tehát most megkoronázhatjuk a hetet, vagy akár adhatunk is egy pontot, tök mindegy. Mert igen, a hetet már hoztuk. Jó lenne 5-0? Mindenképpen jól jövünk ki ebből a dologból. Tehát, hogy... Azt hiszem tavaly egy hetet tudtunk 5-0-ra megcsinálni. Egyetlen egyet. Úgyhogy nem olyan sűrűn fordul elő, de tulajdonképpen bárki játszik, elengedheti. Na nézzük akkor, hogy ki a mai játékos. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel! Hello, sziasztok! Szia! Hello, Henny! Igen. Henny, mi újság van veled? Nem sok, fáradt vagyok, korán keltem. Na, az mit jelent, hánykor? 4:45. Negyed ötkor? Az nagyjából akkor, amikor mi. Hogy ilyen korán, miért kell olyan korán kelned? Fél előttös vagyok. Hol? Vászon egy gyárba. Gyárban dolgozol, aha. Ki van melletted, mert hallom, hogy valaki van ott, pasi, vagy... Kolléganőm. Jó, lepasíztam a kolléganőt. A kolléganőd van ott melletted, aha. Jól van, milyen gyár ez, mit csináltok? Autómotor alkatrészeket fröccsöntünk. Ja, hogy fröccsöntötök. Aha. Pillanatra mást. Mást értettem. Jól van. Oké. Jól van, nem, de erről nem tudok többet kérdezni, bármennyire is megfeszülök. Igen. Nem, nincs több részemről. De biztos nem mozgó alkatrészek. Nem, az biztos nem. Kivel szeretné játszani, Henny? Hát veled. Igen? Ennél egy kicsit majd bőbeszédűbb leszel a játékban? Igyekszem. Az jó lesz, mert nagyon hamar megintünk, akkor passzivitás miatt muszáj. Most tartalékolsz, ja értem, azért nem beszélsz, mert majd a játékban. Aha. Csak a rendkedvére a kolléganődet hogy hívják? Anita. Szia, Anita. Most jobb? Na most jó, nagyon csak most a közelebb jó. Kerültünk egymáshoz. Jó, oké. Okay. Na indítjuk az órát, jó? Mehetünk? Mehetünk. Jani? 3, 2, 1, fire! Na, kérdezhetek? Szeretnél? Aha. Kérdezzel. Hallottam, tegnap lemaradt a napi rutinodból a nadrág. A rajtad. Az alsó nadrágra gondolsz? Arra. Most van. Az csak egy egyszeri alkalom volt. Így van. Csak egy egyszeri alkalom. Tessék?
Tiszta legalább, vagy a szennyes tetejéről? Abszolút tiszta. Ide jössz, megnézed, hogy tiszta-e? Nem szeretném. Aj, de kárért! Aj, de bejött a csőbe! Zavarba hoztalak egy kicsit, azonnal kizökkentem, mi? Ugye? Na. Pedig igen. Te akartad zavarba hozni Balázst ezzel a témával, de hát visszafelesült el az alsógatya. Igen. Mi a baj? Semmi! Figyelj, nektek ott jó változni, ez nekem is tetszik egyébként. Na, Henikém, hát a helyzet az, hogy nincs ajándékcsomag. Nem baj. Majd legközelebb. Na, most egy kicsit beleszerettél Balázsba a hangod alapján. Azért csak megnéznéd azt az alsót. A tízik ideérsz, Henny, megmutatom neked, jó? Nem kell. De, tényleg, idejössz. Nem érdekel a gatyád. De, hogy ne, hogy ne butáskodj, hogy, hogy ne érdekelne. Csit, ne viccel, hogy ne érdekelne. Na, hogy érdekel, ne butáskodj. Csit, kis madár. Na, egy picit azért érdekel, ugye? Na. Legkevésbé sem. Na, kismadár csicsit, hogy ne érdekel. Na, galambom, ne viccelj meg. Jó, Henikém, beértetek már a munkahelyre? Be. Azt írja nekem, hogy már előre szétosztogattad az ajándékot, tényleg? Az ajándék csomagot? Nem, a kollégák egymás között. Ja, hát nagy hiba volt. Jó van, Henikém, olyan csöndes vagy. Lesz ez még így se, ne aggódj. Tessék? Lesz ez még így se, fogok még jelentkezni. Naha. Hát, már hogy már ma, itt adásban, vagy máshol, vagy hogy adásban még játszunk? Adásban, hogy nem? Figyelj, egy visszavágóra bármikor hajlandó vagyok, jó? Jó van. Hát igen, majd gyúrok rá. Jó van, gyúrj egy kicsit, edzél, aztán majd találkozunk. Kimenjünk Ferivel? Nem, csak mondom, hogy gyúrja még. Szevasz, Henny. Sziasztok. Szia, Anita. Hát gyerekek, sokat nem beszélt. Azt is rosszul. Már úgy értem, hogy kimondta tiltott szót, nem? Nem, sok mindent nem tudtunk meg. Elég passzív volt egyébként. Hát azt megtudtuk, hogy tiszta alsógatya van rajtad. Hát ez csak egy egyszeri dolog volt, hogy nem volt rajtam tegnap. Elfelejtettem, álmosan öltözködtem. Van, aki egyébként egyáltalán nem hord. Most azért ott is, tehát hogy tegnap azért beszéltük az alsógatyákról és a bugyikról, hogy higiénés kérdés. Na most, hogyha te a naci, az nem az? Hogy nincs alatt a alsógatya, és mondjuk fölveszed a nadrágodat, vagy farmer nadrágot, azért föl lehet venni. Szerintem semmi baj nem lesz. Nem? Hát, most egyszer. Hát az ezredes dörlődik a izé, ez a... De hát, ha most minden nap úgy járna valaki, hogy nincs rajta bugyi vagy alsógatya, az igen. Most egyszer nem, hát szerintem no. Egyszer már volt már ez mindenkinek. De miért a durva anyag miatt nem veszít az érzékenységéből? Hát tovább bírja. Hát, sokkal tovább bírom, tudom ütni ostorral, tehát sokkal jobb. Nem, ő maga az ostor. Igen. Kimondtam az igent, azt írja egy hallgató. Kimondtam volna az igen? Nem, most az előbb mi hallottam. És most is kimondtam az igen? Most. Mit mondtál ki? Hogy? Kimondtam az igen? Az igen. Most, nem, többen írják, és Anna visszahallgatod, jó? Sólyom szem, challenge, főbíró. Így van, mondtál. Én is azt hiszem, így hogy így van, mondtam, igen, igen, ebben a formában nem volt. Na, jól van, jönnek a hírek újra, hiszen annyi minden történt a nagyvilágban. Jó, meghallgatjuk Karolina híreit. A kislányét. Jön a kislány, elmondja a híreket. Aztán jövünk vissza mi is, 2 perc múlva, pontosan 7 óra. 7 óra, múlt 8 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, hello, jó reggelt. Drága Morning Show hallgatók. Itt vagyunk pénteken, egy brutális melegfront küszöbén. Vasárnap 15 fok lesz. Nem szakadó eső, gondolom. Nem, képzeljétek el, semmi? Tavaszi jössz. Tavaszi jössz, jó idő. Tavaszi jössz, jó idő, köszönöm meleg, az országra. Meleg front. Tényleg jó idő lesz, gyerekek, 15 fok. Hát ki kell menni a szabadba, sétálni, jönni, menni, nem? Kirándulni. Aztán jön valami nagy eső, meg valami nagy szél, vagy a szél, majd jön az eső vasárnap, nem tudom. Mindegy. Idővel. A szél és az eső között lesz valami meleg front. És 15 fok lesz. Úgyhogy az jó. Mindenféleképpen. Megnéztem az OMS-nek honlapján, a szél és az eső között vesző lesz. Van. Igen? Nem meleg lesz, hanem vesző? Nem vesző. Az mindenféleképpen jó. Jaj, gyerekek. Na. De egyébként minden rendben. Figyeljetek, igaza volt ennek a Rékasi Karcsinak. Miben? Hogy belevágott az alóverába? Hát ez az alóvera, ez akárhogy is nézzük, ez egy csodaszer. Képzeljétek el, volt ott egy ilyen tubussal, és Moni mindig üstölt vele, hogyha bármiféle nyulladás van a kezemen, az arcomon, a szemem, mondjuk nem, de hogy a bőrömön, akkor használjam ezt. És valamiért ez egyik olyan orcimpámon itt baloldalt, itt lett valami biztos az orfolyogatástól. De hogy a csógya kemény cselék. Na mindegy, hagyjuk.
És mondta, hogy kenjen be velem. Soha, de hogy nem érdekes. De hogy kenjen be velem. Erre. Na jó, akkor bekem csak, hogy béké hagyja. Bekentem, másnapra így elmúlt a gyulladás. Tehát ez az aloe vera, ez működik. Nekem, nálam. Az én genetikámmal. Bámulatos. Az én alkatom. Bámulatos. Én annyira örülök, amikor én átalálok valamire. Szólok erre a furunkulusra, hogy mivel kenje a Janiért. Nem, rájött, hogy aloe vera. Nagyon jó. Igen, mert de Feri már hetek óta célozgat egyébként, rá mindig mondja, hogy... Tudod, így ütögetem nem kéne már valamit csinálni. Nem érzed, hogy már kicsit teredre van ez a korán kellés. Érted. De működik. Én tökre örülök, amikor így valamire így rátalálok. Régebben a köröm virág. Soha, hát lassan 50 éves vagy. Hát nem. Jó, fő az aloe vera, 20 éve használják sokan, de figyelj, ezeket így felfedezed, nincs ezzel baj. Hát jó, rátaláltál, persze. Belsőleg is fogyasztható, külsőleg is fogyasztható, úgyhogy nagyon a belsőleg azt fogyasztottam már, de az nem volt ilyen látványos, mert belül nem láttam a gyulladást. De lehet, hogy elmulasztotta a belső keléseidet. Ja, egyébként lehet. Annyira örülök. A belső furunkulusaidat, igen, a pocakodban. Na mindegy, hát neked könnyű örömet szerezni, hogy leszállt a furunkulus az orrodról. De most nem, hogy így rám néztek, és akkor így nektek is jobb, nem? Nem olyan nagy cserpákon adod az arc. Cserpák orrod egy kicsit kevesebb lett. Újra kis arányosak, helyesek. De olyan volt, hogy már a szemeddel láttad az orrodat? Tehát, ha már nem, lefittyett. Már... Lefittyett? Tehát lefittyett a baloldali orcimpám, egy kicsit már így lefittyett. És így meg volt így duzzadva. És akkor jött az aloe vera. És azért voltam ennyire profilos most így hetek óta, azért néztétek mindig a jobb oldalamat. Hihetetlen. De most tényleg szép egyébként. Igaz? Igen. Puszít rá valakit? Nem, köszi. Üzenem az M6-oson közlekedő IST 542 forgalmi rendszámú transporter tulajának, hogy nincs köd maximum fejében. Üdv András. Tavaly olyan sok kajszi termet nálunk, hogy végre le tudtam cserélni az alfámat egy megbízható német autót. Jaj, hagyjál már! Istenem. Nem tudjátok, hogy mi a jó. Azt mondja, hogy van egy baleset a 81-es úton Kisbér után Fehérvár irányába, hatóság a helyszínen már, mindenki figyeljen, és Bakony Sárkánynál is van egy elég komoly baleset, úgyhogy. Na, figyeljetek ide, két dolgot akarok kérdezni. Az egyik, hogy mi van a kézilabdával? Tudom, hogy döntetlen játszottunk, de hogy ez most mit jelent? Kevésbé nézem a magyar kézilabdát, ne haragudjatok ezért, viszont ez egy magyar sportsiker, tehát azzal ennek ellenére beszélünk róla. Mit csináltunk most? Döntetlen játszottunk. Így van. A norvégokkal hazaküldtük őket. Tehát nem nyertünk. Igen, és ez mit jelent akkor nekünk? Nem kell nyerni, elég volt, de a döntetlen. Mondom, a tényszerűség kell. Na, elég volt. Pont ez volt a zsenialitása, érted, a csapatnak, hogy nem játszotta túl magát, mert kell a döntőre az energia. Egyébként nyerésre is álltunk többször. Ennyi. A meccs. Így van, Annával vitattuk meg az előbb, egyébként is mondta, hogy a Kisknézinek őszinte, nagyon őszinte mondata volt, mert hát ugye azt tudni kell, hogy a norvég csapat költségvetése. Mit mondott, nem értek hozzá? Azt is, de aztán később mondta, hogy mint egy 20-szorosa a magyar csapaténak, tehát sokkal több lóvéból lehet készülni, és azt mondta a Kisknézi a végén, mehettek haza, csomagolhattok a pénzetekkel együtt. Egy ilyen őszinte. De ez tök jó, szinte ez aranyos. Ez jó, ez szinti. Aranyos volt. Úgyhogy döntetlen játszottunk, és döntő van. És úgyse esély volt, hogyha jól tudom. Tehát ha ez elúszott volna most ez a meccs, akkor mind jöttünk volna haza. Igen. A kevés pénzünkkel. Ha kevés, de a repülőjegyre még elég, de már szerintem ez önmagában szép eredmény, azt mondja, hogy döntőn tudunk-e mit kezdeni a dologgal, az majd eljön. De most akkor döntőbe jutottunk? Bent vagyunk, így van. Aha, így Európa van. Bajnoki így döntőt, döntőt játszik. Játszani. Ez nagy dolog. Ez nagyon nagy dolog. Te nézted, Anna, mondj már róla két mondatot. Igen. Nagyon jó volt. És nagyon, volt? Nagyon izgi volt. Na, hát ez egy nagy teljesen dolog. Kikészültem tőle. Nagyon-nagyon klassz volt, és nagyon tetszett az, hogy Mocsai elmondta őszintén a meccs előtt, jó pár helyen lehetett olvasni, hogy hát lehet, hogy nem nekünk fog lejteni a pálya, mert hogy a norvégok azért igencsak szép számmal vannak kint az eseményen, és hát ugye fizetőképes kereslet, kínálat alapon, hát sokkal kevesebb magyar szurkoló van kint, és amit ők ott igénybe vesznek fogyasztásba, egyebekbe, hát lehet, hogy bizony egy picikét nekik fognak kedvezni, de aha. Nem így volt. De nem így volt. És akkor most bejutottunk a döntőbe. Középdöntőbe. Azért mondom, hogy közé. Igen, ugye? Mert a Feri többször döntőt mondott. Közép. Még... Közép. Azért. Azért mondom, bejutottunk a döntőbe, mondjuk az előbb még mintha 16 között lettük volna, de gyorsan játsszák ezt a kézilabdát. Egy jó meccs, az sok mindent eldönt. Az is akkor lehet, hogy megolajázták az utunkat. Közép döntés döntő, csak na, de az egy nagy dolog akkor. Nagy dolog. Mikor játszanak, mikor kell nekik drukkolni? Nem tudom, következő mikor jön, Jani. Te lehet, hogy ebben jobban otthon vagy. Ne kérdezek ilyen keresztkérdéseket. Miért az újság? Jó. Mindegy, a lényeg, hogy azért drukkolunk nekik. Én ugyan nem nézem, de magyar sikerekről mindig jól beszél, bár ne jön a kislány elmondja.
Na, mikor lesz? A kislány. Mikor lesz? Láttam, hogy jöttél. Na. Igen, igen, szombaton. Kezdtünk a középdöntőben Macedónia ellen. Na, egy jó mat, le tudjuk verni őket? Le. Nem tudom a kézilabda ilyen viszonyokat. Le. Ők nem tudnak semmit, csak kartoznak. A kis minden. Nézd oda. Macedónok csak kardoznak, meg bujálkodnak, nem? Olyan nem értenek az semmit. Ilyen év egy macedónok, hát gondolom még mindig lovagi tormákat játszanak valahol, nem tudom, ami macedón vár alatt. Na, jól van, szóval ott vagyunk a középdöntőben. Ez mindenféleképpen jó. Nagyon izgi volt, és vezettünk sokszor, tehát klassz volt, nagyon jó volt, nagyon izgi volt a vége. Istenem. Igen, mindenképpen kell erről is beszélni. Persze, hát a magyar vonatkozása van, akkor drukkolhatunk azért a fiúknak. A másik, amiről akartam egy mondatot, ami kicsit komolyabb, és pénteken mi nem szoktunk komolyabb témákkal foglalkozni, de engem ez érdekel, izgat, és akarok róla két mondatot mondani. Kajszi? Egyrészt hova tűnt idén a Kajszi? Hova tűnt idén a Kajszi? De nem erről akarok beszélni. Erről az írgázolóról csak három mondatot, gyerekek, mert én olvasom, hogy mi történik, és nem tudom ezt sehogy se helyre tenni, de majd ti, akik járatosak vagytok nemzetközi jogban, meg háttéralkukban, meg mindenféle olyan dolgokban, amire hétköznapi halandó, mint én, nem látok rá, de ezt komolyan mondom, hogy van ez. Tehát hogy történik ez meg, hogy valaki idejön, itt tölt három napot, 40 percre bekéri a feleségét, alkuval jön, de majd utána három nap után szépen hazamegy, és lehet, hogy ott egyébként kegyelmet kér, amit persze most azt mondanak, hogy nem kér, és kiszabadul. És ráadásul a visszautat is mi fizetjük. Fizetjük a visszautat, és ugye tulajdonképpen ennek a Tobinnak, ennek már x éve itt kellett volna lennie, hiszen ez a baleset, amit ő okozott, ez ugye egészen régen történt. Hogy fordulhat elő, hogy ő most itt ül három napot, majd hazamegy, és lehet, hogy kegyelmet kap? Tehát egyrészt, ha ide jön, miért nem marad itt? Kettő, hogy mi fizetjük a visszaudat? Miért nincs már rég, vagy egy magyar börtönbe, vagy egy ír börtönbe? Mi történik itt? Na, ezt valaki magyarázza meg nekem. Egy vicc az egész. Egy vicc. Már maga az is vicc volt egyébként, hogy ez az ember ez ennyit tudott otthon üldögélni. Tudod? Tehát, hogy így ilyen európai jogrendszerben ez szokott lenni, igen, hogy kiadják kiadatás. Ugye az írek elhatárolódtak ezelőtt, mondták, hogy ők az nem adják az emberüket, hát minek adnák, és akkor ez most azt hiszem, hogy így fogta magát az ember, ha én jól emlékszem, és azt mondta, hogy akkor jó, akkor most eljövök. Igen, megmondta, hogy mióta te megjelenik ott egy magyar tévéstáb, és megkérdezi tőle. Ez mikor történt? 11 éve? Ez igen, nem, hát ez azt hiszem 2000-ben. Akkor 13, nem tudom pontosan. Igen, de hát na mindegy, tehát nagyon olyan régen. Úgyhogy most már például az ítélethozatalnál is az van, hogy hát már 10 év, érted, már 10 éve szenved. Hol szenved? Otthon? A szobában? Hagyjál már! De vállalta volna a felelősséget, ez az egész dolog egyébként nincs. Tehát, hogyha ő azt mondta volna, hogy igen, hibás voltam, igen, az én bűnöm, igen, vállalom érte a felelősséget, és leülte volna már, ez az egész történet már nem lenne. Ez szerintem ez szégyen egyébként az országára nézve, az országának a jogrendszerére nézve, és hát elsősorban rá. De szerintem ránk is, Jani. Tehát, hogy az hírek azt csinálnak, amit akarnak, az, hogy nincs börtönben, de az, hogy idejön. És itt miért megy vissza? Tehát ha egyszer itt megkezdi a büntetését, akkor miért megy vissza? Tehát miért nem mondjuk azt, hogy addig nem nyugszunk, amíg ide nem jössz, és addig nem nyugszunk, amíg itt le nem ülöd a büntetésed. Feltételekkel jött ide. Azt mondta, hogy hát ő 40 percet szeretne minden nap a feleségével együtt tölteni. Egyébként magánzárkát kér, és egyébként meg utána beadja a kérelmet, és szépen hazarepül. Vagy az egésznek, hogy elkezdje leülni, az kellett, hogy legyen a feltétele, hogy legalább ide jöjjön egy napra, és innentől kezdve hivatalosan kezdi letölteni. Én nem tudom, olyan töketlen ez az ügy így ebben a formában valahogy. Most nem? Ő Írországban most börtönbe vonul? Hát ő most elvileg Írországban börtönbe vonul, de ha van egy olyan háttéralkó, amit mi nem tudunk, vagy egy nemzetközi egyezménynél mondjuk Magyarország lemondhatott arról, hogy a jogfosztot mondjuk ott folytassa a büntetését, amiről nyilván mi már kevesebbet fogunk tudni, akkor lehet, hogy ott mondjuk három hónap után ez az ember egyébként kegyelmet kap. Aha. Érted ezt? Nem. 2000 óta pedig szabadlábon van úgy, hogy a terhes feleségével ült egy autóban, és fölhajtott az egyébként a piros lámpán a szabályosan várakozó nagyszülőkkel az átkelésre készülő járdára, ahol két gyereket elgázolt. Igen. És 14 éve itt jön, megy, meg bekéri a feleségét 40 percre. És most kifizettük neki a hazautat. Ja. Kifizettük a hazautat úgy, hogy egyébként meg három hónap múlva lehet, hogy szabadul. Nem tudom, hogy ez most egészen pontosan milyen háttéralkú, vagy mi van itt. Minden esetre az ügy az furcsa. Tehát hogy szabadul ki? De az érekre nézve is furcsa, hogy 14 évig ők miért nem ültették le? Tehát miért nem mondták azt, hogy oké, hazaszöktél,
De ha hazaszöktél, akkor barátom, gyere és vonulj be nálunk a saját börtönünkbe, hiszen te egy másik országban egyébként elütöttél két gyereket. Miért nem ültették le akkor az írek? Hogy ő nem bűnös, vajon? Azt nem tudom, hogy mit mondtak az írek. Ha azt mondják, hogy bűnös, akkor le kell ültetni. Ha azt mondják, hogy nem bűnös, mert... Nem tudom, hogy a nemzetközi jog ugye mit enged meg, hogyha egy másik országban követed el, de közben te hazaszöksz, akkor egyébként ezt se értem, hogy egyáltalán hogy szököd haza? Hát tehát ő hogy nem állt meg a helyszínen, ugye ő tovább hajtott, ha én jól emlékszem, lelépett, és akkor egyből reptér és hazament. És hazament, igen. Igen, tehát nem is várt meg semmit, se rendőri intézkedés, semmit, hanem érezte, hogy ez meleg. Ráadásul cserbehagyásos volt. Tehát ő elment, megtörtént a baleset, ő kiment a reptérre, fölült egy repülőre és hazament? Nem az eljárás közben valamikor a cserben hagyásosan kiütött az ország. Így ahogy a Feri mondja. Jó, én úgy, te jó is. Így van. Így azt nem is tudtam. Tehát ő ott se állt meg, azt hiszem a baleset helyszínén, vagy onnan elment valahogy, és aztán ahogy tudott, ő hazament. Én legalábbis így emlékszem ennek, én most nem néztem utána, de nekem ez az emlékem erről a sztoriról. Nem tudom, hogyha egy magyar csinálná ugyanezt valahol Dublinban, szerintem ott rohadna meg. Az biztos. Az ki hozná haza, meg ki fizetné haza útját, meg milyen egyezményt írnának alá egyébként. Ezt most érted, nekünk meg jön, itt van egyezmény, aláírjuk, elmegy, elrepül, de jó, elrepült, és akkor most ott elvileg elkezdi. Hát reménykedjünk benne, hogy valójában tényleg leül, és mondjuk nem fog 3 hónap múlva kegyelmet kérni. Nem ismerem a háttéralkut tényleg, hogy tudod, mi van az ügy mögött. Érzek ezen például, ezen a kifizetjük a repülőjegyét? Hogy picit így az ország bocsánatot kér. De miért is? Nem? Hogy a kollektív Magyarország így Írország felé, hogy igen. Hát ide citáltuk ezt a szegény embert már 10 éve, jaj, hát mindenkinek van tévedése, ugye akkor a jegyedet kifizetjük, jó? Fura, de nagyon fura, igen. Most ugye tegnap vagy tegnap előtt én hallottam, vagy olvastam valahogy, elvileg az írek most nyilatkoztak, és az írek azt mondták, hogy nem adnak majd neki kegyelmet. De az írek most ilyen tökösek, hogy nem adnak kegyelmet. Akkor egyébként mi tartott 14 évig? Hát például az, hogy az írhatóságok nem akartak együttműködni a magyar hatóságokkal, tehát hogy ebből az egész ügyből... Hogy nem adták ki. Persze, tisztán világít. De akkor miért nem ültették le ott? Hogy ők velünk ellentétben nem tettek szinte semmiben engedményeket, és nem működtek együtt a magyar hatóságokkal. Most is mi tettünk engedményeket, hogy visszaengedtük, igen, és hogy ott töltheti le. De mi az, hogy egy nem értem magát tényleg a jogrendszert, meg a nemzetközi jogot, hogy mi az, hogy egy gázoló nekünk ultimátumot ad? Érted? Tehát ott tartunk, hogy azt mondja, hogy jövök, ha magánzárkám van. Jövök akkor, ha egyébként 40 percet bent lehet a fel... Tehát hol tartunk? Érted? És lediktálta a feltétel rendszerét, hogy ő milyen esetben hajlandó egyébként Magyarországra jönni. És azt mondjuk, hogy jó, hát akkor ezt mi aláírjuk, csak gyere már ide, tesó, hát kezd már el itt a büntetésedet, majd 3 nap után menj már haza, érted? Ez az ember megölt 2 gyereket, és ez az ember egyébként feltételrendszert szab, hogy ő milyen feltételekkel kezdi el leülni a büntetését. Értitek ezt? Éva azt nyilatkozták, hogy működik? Hogy ez nekünk azért jó, mert egyébként évekig kellett volna még ezen felül is pereskedni, hogy kiadják Magyarországnak, és ezért fogadták el az ír feltételeket. Igen, mert egyébként még évekig, lehet, hogy évekig nem kezdte volna el letölteni a büntetését. Így meg legalább elkezdte. Jó, csak ez a két ország közötti viszont is jellemzi, mert ráadásul ez nem politikai bűncselekmény, vagy olyan dolog, tudod, amivel lehet játszani. Ez egy exakt sztori, megtörtént 2 gyereket, ez az ember elütött, akik meghaltak. Ennek Írországban is ugyanaz az értéke, mint Magyarországon, már nem jogilag, lehet, hogy ott másként büntetik, de 2 gyerek élete. Ugye? Tehát ezt nem lehet nézni máshogy, se Ugandába, se Karakaszba, sehol, érted? Az mindenütt 2 halál. Mert mondjuk ki, az 2 megölt gyerek. Az Írországban is 2 megölt gyerek, így meg van. Itt is. A jog lehet, hogy másképp ítéli meg, nem? Másképp ítéli meg a dolgot, tehát ott 2 gyerek elütése az ennyi, Magyarországon meg annyi. Tehát ezt nem lehet. Azt érdekel, hogy nem szökött haza, ez nekem is fura volt, ez szerintem se egyébként, ez nem cserbehagyás volt, tehát biztos, hogy nem úgy történt, hogy cserbehagyta, kiment a reptére, tehát azt szerintem fals. Azt írják, hogy szabad emberként ment haza, döntéshozatal előtt. Tehát, hogy ugye még nem volt elítélve, még nem volt döntés, nem volt jogerős döntés arról, hogy akkor ő most vonuljon börtönbe, fogta magát és hazament. Tehát tulajdonképpen az eljárás alatt ment haza. Az nagyon ide, hogy cserbe hagyta, kiment a reptérre és felszállt egy repülőre. Az nem, én se úgy emlékszem rá, az biztos, hogy nem úgy volt. De az viszont mindenképpen hiba volt, hogy nem vették el az útlevelét. Mert hogy, tehát hazamehetett. Igen. Amíg nem tisztázták az ügyet, addig egyszerűen el kellett volna venni az útlevelét, és akkor nem ment volna sehova. Hát de nem kezdődik meg automatikusan egy eljárás, akkor amikor csinálsz egy balesetet? De ő elmehetett innen,
Én amit olvastam így egy-egy portálon, mind a két esetben, tehát például a Rezesova, meg ő esetében, az irgázoló esetében, nagyon-nagyon gazdag emberekről beszélünk, tehetős emberekről, akiknek összeköttetéseik vannak, ez a véleményem. És szerintem ez a sztori ezért tart itt. Na jó, de ez már lehet, hogy ilyen most ilyen a titkos szolgálatnak az embere, meg gazdag, meg nem tudom, persze. Hát azért milyen az, hogy valaki házi őrizetben van, meg itt van, meg ott van, és tulajdonképpen meghal egy csomó ember a Rezesovánál is például. Hát hogyan létezik? Persze, nyilván az emberek vannak kérdései. Hogy nem? Persze, az embernek vannak kérdései. És egyik se szegény ember, olyan érdekes, hogy nem átlag emberek, azokat már bevarták volna. Top menedzser az ír emberke, ugye? Hát akkor valószínűleg, hogy oka van annak, hogy miért tart itt a dolog. Nagyon fura, nagyon fura. A picit olyan, tehát hogy az ember ugye olyan kellemetlen érzi magát tőle, hogy ennyire nincsen tekintélyünk Európában. Tehát, de hogy... igen, egyrészt, hát hogy igen. Nincs tekintélyünk, igen, de hogy én tulajdonképpen magát az írjogrendszert se értem. Értem, igen. Hogy másik országban követted el, de most átrepülök Németországba, elütök valakit, és egyébként gyorsan visszajövök ide, akkor itt vidáman élek, anélkül, hogy nekem a magyar hatóság azt mondaná, hogy tudjuk, hogy te ott mit csináltál. Ha nem is mész vissza Németországba, akkor viszont nálunk megkezded, mert egyeztettette a két hatóság, és van új beltett az írek, akkor miért nem mondták? Vagy mire hivatkozva tudják azt mondani egyébként, hogy 14 évig ott nem kezdi meg letölteni? Hogy egy másik országban történt, akkor ez nem ránk tartozik? Nem, vagy ott mindenki azt csinál, amit akar, ha te a hazánk fia vagy, de te egy másik országban csináltad, akkor ott tök mindegy, hogy mi történik? Tehát nincs egy ilyen abszolút nemzetközi jogi egyezmény, hogyha ott elkövetted, de itt vagy, akkor mit ugyanúgy? Tehát az ír állam védi a saját honpolgárát annyira, hogy tudja, hogy egy másik országban követte, ő akkor indít eljárást? De hát ez vagy ez hogy? Tehát ezt nem értem. Tulajdonképpen ez történik, amit mondasz, így van. Igen. Tehát, nem így követte, hogy... de hát akkor barátunk, akkor gyere majd hazánk ölelő keblére, és akkor itt mi majd megvédünk. És ezek ez általános erkölcsi normák, tehát hogy ezek nem olyan, hogy Írországban mi van, Németországban mi van, Svédországban mi, ezek általános emberi normák. Hát mind a kettő olyat követett el, amiért meg kell lakoljon. Hát mi az, hogy védik? Mi az, hogy nem adja ki? Mi az, hogy nem ítélik el? Nem értem. Hát ezek nem... Igen, az egy nagy elégtétel nyilván a szülőknek, hogy legalább elkezdte a büntetését. Nyilván ők, olvastam velük egy interjút, nagyon kemény egyébként, azóta már gyerekük van. Tehát nagyon, ők állítólagosan még aznap este azt mondták a baleset után, hogy iszonyatosan megtörtek, de hogy szeretnének még gyereket, és azóta már van egy gyermekük, aki nagyon hasonlít a két gyermekre, hogy ők azóta ezen harcolnak. Tehát tulajdonképpen az elmúlt éveik nem szóltak másról, mint hogy arról, hogy végre ez az ember ez elkezdje letölteni a büntetését. Most az, hogy a 3 év sok vagy kevés, ez is egy érdekes dolog, ugye? Tehát itt nem arról van szó, hogy a két gyerek lelépett, mert akkor is leültettek, csak már ő ment gyorsan, hajtott fel a járdára, tehát ez is egy másik kérdés, 3 év. De mindegy, ez a jog, ez ellen nincs mit tenni. De hogy... a szülőknek ez óriási elégtétel, hogy legalább elkezdte. Igen, az írek igen. Aztán most nem adnak kegyelmet. Ezt lenyilatkozták, hogy nem a bosszú az, ami mozgatja őket, hát hanem az, hogy ez az ember nyerje el a méltó büntetését, hogy az igazság győzzen ebben az esetben, és ne pedig az, hogy most erélyesek, erélytelenek, hogy az írek jobban védik az állampolgáraiknak az érdekeit, mint mi a sajátjaink. Tehát, hogy ne, csak hogy az igazság szolgáltatása végre győzelemeskedjen, és az ember tényleg vonuljon be a sitre, oda, ahova való, az alapján, amit elkövetett. Magánzárkája lesz nagy valószínűséggel szerintem, nyugodjál meg, hogy el tudja intézni, tehát neki a sit azért nem lesz olyan drámai, meg most szerintem nagyon reflektorfényben van ez a sztori. Majd eltelik szépen 2-3 hónap, lecsitulnak a keddiek, aztán tudjuk, mi zajlik Írországba? Tehát tudod te, hogy ő tényleg novemberben még ott fog ülni a luxus magánzárkájába? Hát csak tudjuk azért, ha kijön, nem? Tehát, hogyha mondjuk így azért fél év múlva kegyelmet kap és kisétel, hát azért nem, hát azért az ír sajtó azt megírja, azt átveszik ügynökségek, tehát azért az szerintem nem egy ilyen csöndes hátsó bejáraton való kiengedést tudok én elképzelni. Jó, akkor megírják, és akkor mit tudunk vele csinálni? Tulajdonképpen az ég egy adta a világon semmi, csak számomra olyan sok, nyilván laikus kérdés, hiszen nem értek a nemzetközi joghoz, egyáltalán nem, csak így úgymond laikusként az ember figyeli ezt az ügyet, és teljesen hétköznapi kérdései vannak, hogy mi történt ebben a 13 évben, hogy el tudta hagyni az országot, hogy közben itt megölt két embert, hogy az írek miért nem ültetik le a saját országukban, miért kell idejönni, aztán ott elkezdeni az ülést, nem? Tehát ez nagyon... Nagyon de azon egyébként érdemes tényleg elgondolkodni, hogy ha nincs a hozzátartozóknak az elszántsága, meg nincs mondjuk a média részéről egy ennek az ügynek a felvállalása, akkor ez nem következik be. Tehát a jog, a magyar jog, az nem állt volna ki ezeket az embereket. Nem érte volna önmagába azt, amit most elértek.
13 év alatt, igen. Igen. Ja. Na mindegy, jó, ennyit akartam csak róla beszélni, talán több volt, mint három mondat, de érdemes, mit láttál, mi láttál? Csak nézem itt, hogy elég sok fals információt mondtam, aztán próbáltam magam kijavítani, itt ugye az van, hogy 2000-ben történt a baleset, 2002-ig húzódott a döntés, uh-huh. ugye minden, de akkor ő már nem volt itt. Már nem volt itt, tehát így akkor van. Ő az eljárás alatt így van. Alatt, és erről aztán ugye nem volt hajlandó visszaérkezni, és az írek meg megfúrták a döntést, azt mondták, hogy nem jár ezért a három év. Igen, de akik elengedték, azok nyilván tisztában voltak vele, hogy ha most elengedik, akkor ki tudja, hogy ez az ember valahol börtönbe kerül. Ja. Tehát onnantól kezdve, hogy ő otthon van. Tehát vizsgálati szakaszban például nem mondhatod azt, hogy uram, adja már ide az útlevelét. Hát, mert hogy nem mondhatnád, hát szerintem ezzel egy németek nem tökölnek. Ja. Ugye? Hát, nem kell elcsukni, csak azt mondani, nem mész. Maradjon már Magyarországon, sehova ne tessék hazamenni. Persze. Na mindegy, érdekes a dolog, meg bosszantó is egyébként. 7:30 pontosan. Vidámabb témákkal foglalkozunk majd a hírek után. Óven bácsival és Beru nénivel is játszunk. SMS-ben lehet jelentkezni, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 3:48, lesz pontosan 5 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt! Baleset történt a Pécelli leágazónál. A forgalom normálisan halad a 31-es főúton, egészen pontosan. Köszönjük szépen, ez ebben a pillanatban jött. És jön a tavasz, az M3-oson rajzanak a trabik. Ezt Tesó küldte nekünk. Köszönjük szépen. M6-os 141-es kilométernél készülnek trafizni a benzinkút mögött, ha valaki arra jár, vigyázzon. És a határútnál a felüljáró felüli részén nem működnek a lámpák, gyalogosokra is figyelni kell. Ez Jessica küldte nekünk. Így van. J-vel is 2 S-szel. Jessica. Ha a gyerekek. Mi újság? Semmi? Jó vagytok? Hát így az elmúlt perceket nézve sokat nem változott. Nem változtatok itt a hírek alatt semmi? Jani megette, amit meg kellett. Eltettem, ami majd hétfőre marad. Így van. Mert természetesen nem fogunk befolni, csak úgy 250 g joghurtot egyszerre. Felelőtlen is lenne. Ne csináld, ne kapald rendesen. Igen. Nagyon helyes kis történet történik, Csépám. Erről beszéljünk egy pár mondatot. Titkos, önkéntes, bicajos ügynököket alkalmaznak, méghozzá Csépán polgármestere, és a kémek annyira... Csépán, nem azt mondtam? De azt mondtad. De azt mondtad, igen, minden. Csépán. Csépa. Csépa. Csépán. Hát azért Csépán. Hát, már, igen. Ja, Csépa polgármestere, menjük Csépán történik. Igen. A cikkben egyébként így írtak, hogy Csépen. Csépen? Csépen polgármestere. Csépen. Azért, mert ezt már visszakaptuk, ezt a hírt, már átvette természetesen a külföldi sajtó, és onnan van. Csépen volt polgármestere. Csépen. Tehát akkor úgy mondom, hogy titkos önkéntesek dolgoznak Csépán. Nagyon jó. Csépa településen. Csépa polgármestere Csépán dolgozik. Igen. A dolog azért érdekes, mert hogy ők szerettek volna megnyerni egy tendert térfigyelő kamerákra, de ez nem sikerült, ezért közmunkásokkal pótolják a berendezéseket, és ez egy kis falucska. Leginkább éjjelente járőröznek a közmunkások, akiknek az a feladatuk, hogy jelentsenek bármilyen bűncselekményt, de senki nem tudja, hogy kik a beépített sólyomszemek. De ravasz. Milyen ravasz ez a polgármester? Nagyon nem? Ravasz. De hogy kell ezt elképzelni, hogy nénikék tolják a bringát, és közben figyelnek balra-jobbra, ezt láttad? De igen, láttam egy ilyen kis összeállítást róla, és hát ott jelezték, hogy ahol már két idős hölgy összejön, ráadásul biciklivel, mert ugye ez az egyik hitétel, mert jó, ugye mozgó megfigyelő rendszerről van itt szó, akkor már ott senki nem lehet biztonságban. Na de várjál, nagyon sok kérdés van itt is. Tehát honnan tudja a polgármester, hogy az, akit ő megbíz, az nem játszik össze a tolvajjal? Tehát honnan tudhatja, hogy az a néni, az egyébként nem éppen azzal a tolvajjal játszik szádra össze? Szádra veszed hogy a csépai néniket? Én csak mondom, hát itt nagyon sok kérdés van az ügyben. Össze? Hát ezek rendes, becsületes emberek a közjó szolgálatában kerékpároznak majd föl alá. De lehet jelentkezni a csépai polgármesternél önkéntes rendőrnek, hogy jó napot kívánok, polgármester úr, én jöttem, szeretném figyelni a csépai utcákat. És akkor megyek, tolom a biciklit, álcázom magam, és közben figyelem, hogy mi történik. Szerintem az lenne a korrekt, hogyha a polgármesterrel sem találkoznak személyesen, hanem csak közvetítőn keresztül. Nem hogy lehet, tehát ő sem rejtve tudhat, legyen hogy a személyük az... tökéletesen. Érted? Tehát, hogy a polgármester se tudja, hogy ki az önkéntes rendőr. Senki ne tudjon semmit. Hogy Áder János ismer az összes magyar titkos ügynököt? Honnan ismerné már? Hogy ismerné már? Miért ismerné már? Hiszen akkor nem lennének titkosak.
Ugye? Így és van. Ugyanez a helyzet. Itt a tökéletes álcát, azt nekik meg kell tartaniuk. Na de nincs fegyverük, nincs semmiük, nincs karszalaguk, ők eljárhatnak. De van háromágú botjuk. De tudod, látnak-e két helyes idős néni megy bringával, mint titkos ügynök, mint alvó titkos ügynök, aki egyszer csak fölébred, kinyílik a szeme, és gyorsan eltekernek a csépai polgármesterhez, és jelentik, hogy most éppen horvátékhoz betörnek? Jó, de ők nem egy rögtönreagálású hadtest, érted? Ők csak megfigyelők, ők az infót hozzák, többi a teknek a dolga. Figyeljetek, a térfigyelő kamera se akadályozza meg a bűncselekményt, csak rögzíti azt. Nagyon hát itt ugyanez van, ugye azt nem sikerült a védelmi rendszer. Ők információt gyűjtenek. Így van. Lehet, hogy nincs is egyébként jogosultságuk beavatkozni. Már de nyilván a kiképzésük az erre predesztinálna ők. Na de várjál, és akkor a csépai polgármester tartott egy pici kis közgyűlést, ahol elmondta, hogy kik a titkos ügynökök, vagy egyenként kereste meg őket, és szervezte be őket úgy, hogy közben ugye a többiek ne tudják, hogy éppen a mellettük lévő házba betörnek, de közben figyelik is őket. Tehát egyéni megbízások egyéni, voltak? Egyéni megbízások? Benne, hát vagy csoportos, de akkor mindenki volt símaszk. Símaszk, kendő, szemüveg. Marika, lecsúszott a maszkod. Marika néni, ma ön az ügyeletes, 5-től 7-ig. Szenzációs, mindezt egyébként tényleg azért, mert hogy ők nem nyertek pénzt térfigyelő kamerákra. Ezért önkéntesek járőrözték. És szerintem egyébként meg... És nem Marika, hanem M35. Titkos fegyver. Hogy tök jó a dolog. Hát egy faluban mindig vannak ilyen emberek, akik mindenkiről tudnak mindent. Ki jött be, ki ment ki, hova ment, miért van ott. Hát ezt lehet jól alkalmazni. Én biztos vagyok benne, hogy itt önként jelentkezők hada volt. Tehát akik egyébként is csinálták ezt a hétköznapokban, csak nem úgymond a közjószolgálat, hanem a saját szórakoztatásukra, vagy arra, hogy ők információkat szerezzenek a maguk és a nyugdíjas kör részén. És akkor véletlenül mondjuk berúgok a csépai faluba, rossz házba megyek be, akkor egyszer csak azt hallom, hogy állj! A nevem Marika. Horváth Marika, álljon meg! Ne! Nem állít én meg! Én vagyok az Marika, lehet csak egy rossz házba mentem, mert Marika néni, ne tessék már szórakozni. De pont ez a lényeg. Nem figyelsz, nem állíthat meg. Ja, csak szól. Így van. Zseniális. Protézisem van, és nem félek használni. Csak az információ jó. Megy ügynökről ügynökre. Felém tántorok, Marika, átvettem. Én annyira szeretem ezt a történetet, hihetetlen. És biztos, hogy vannak olyanok, akik önként jelentkeznek, tehát szinte minden városban, minden faluban, minden lakó közösségben, minden társasházban, mindenhol megvan ez az önkéntes rendőr típus. Erről már mi is nagyon sokat beszéltünk, nem? Figyel, megy, jelent, intézkedik, nem kéri rá senki, itt ugye kérték őket, de kicsit kiszélesítve a témát, ugye ez mindenhol van. Úgyhogy aki lát, vagy hallott már ilyet, van neki ilyen, írja meg nekünk, hogy mit csinál. Jó? Tehát a saját érdekükben csinálják egyébként, szóval szerintem éppen ezért szívesen teszik. Igen. Ez egy ilyen humán térfigyelő rendszer? Vagy az, hogy hívják? Humán térfigyelő rendszer? Humán mobil térfigyelő rendszer, mert hogy igen. Tehát, hogy ők ugye a helyüket is tudják változtatni, mert hogy ha mit tudom én, lenne nekik egy ilyen kis bódéjuk, egy ilyen fakabátjuk, és abban állnának, hát ez tökre könnyen kijátszható lenne, de így. Hogy tehát bármelyre célkálhatnak. Várjál, de akkor ha a kispadon ül a ház előtt Marika néni meg Sári néni, akkor tudod, hogy ők most nem a szolgálat részei, ugye, mert ülő. Hát igen, de nem, vagy ők nem ülnek, ők a telepítettek. Ők a telepített ügynökök. Ők a telepített ügynökök. Ők a telepített ügynökök, a többiek a mobil ügynökök, akiknek nyilván mindig van valamilyen fedősztoriuk. Tehát vagy van egy, hogy hívják, egy új cirokseprű. Egy új bringa, amit tolnak. Igen, vagy egy ételhordó, vagy ilyesmi. Valahonnan, valahova mennek. Na megkérdezzük a polgármestert, aki már itt is van, Fialka György. Jó reggelt kívánunk, polgármester úr, hello! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánunk! Hányan vannak ma reggel szolgálatban éppen? Ma reggel nincsen szolgálatban senki, az éjszaka voltak szolgálatban. Oh, ez csak éjszaka üzemel a szolgálat? Igen, igen, csak éjszaka. Aha. Ez egy humán térfigyelő rendszer, jól mondjuk, így kell elképzelni? Hát, ha szépen ki akarjuk keríteni a témát, akkor igen, erről van. Igen. A polgármester úr szervezi be az önkénteseket, vagy az önkéntesek önként jelentkeznek titokban, álcázva, személyiségüket inkognitóban mennek éjszaka? Hogy kell ezt elképzelni? Hát ez sokkal egyszerűbb dolog, mint ahogy önök a műsorban ezt felvezették. Ugyanis a településünkön nagyon sok munkanélküli van, akik tagjai egyébként a polgárőr szervezetnek is. Ha. Tehát van egy polgárőr egyesületünk, akinek a tagjai ezt önkéntesen végzik. Azok a munkanélküliek, akik egyébként a polgárőrség tagjai is, azok pedig közmunkaprogramba javadalmazásért végzik ezt a tevékenységet. Mi viccelődünk egyébként a témával nyilvánvalóan, a műsor jellegéből kifolyólag, de azért ezt egy nagyon pozitív kezdeményezésnek tartom. Hogy ne? Igen. Ki a legidősebb titkos ügynök? Vannak adatok? Hogy... Hát kérném szépen tekintettel arra, hogy ebbe a körbe egészen a nyugdíjkorhatárig bárki bevonható, így
ne haragudjanak, ha az életkorra nem adok felvilágosítást, de elvileg a nyugdíjas korig. Tehát nyugdíjasok is járőrözhetnek, én már nagyon jó. Nyugdíjas korig. Uh-huh. Nyugdíjas korig. És hogy kell egyet elképzelni, hogy megy a faluban, tolja a bringát, figyel, és ha valami van, jelen, telefonon visszaszalad? Ez sokkal egyszerűbb dolog, mint ahogy itt a műsorban előzőleg elhangzott, ugyanis általában este 9 órakor találkozunk az éppen szolgálatban lévő két őrrel, és mindig akkor beszéljük meg, tehát nincs előre szolgálatvezénylés, hanem mindig, minden nap este beszéljük meg, hogy a településnek melyik részét, és milyen módon figyeljék. Nagyon helyes, de nagyon jó történet. Vagy igen, vagy nem. Igen, párban mozognak, vagy egyedül, vagy segítséggel? Ketten vannak, mindig ketten vannak, és mindkettő föl van szerelve telefonnal. Föl van szerelve telefonnal, de jó. Tehát ők nem léphetnek közbe, de információt adhatnak. Így van, tehát az ég egyet a világon semmi olyan dologban nem avatkozhatnak bele, ahol a testi épségük esetleg veszélyben lehet. Kizárólag csak információt gyűjtenek, és azokat az információkat, amely bűncselekményre utalnak, azokat tovább pedig vicces. A rendőrségnek jelent. Volt már valami vicces fogás? Bár nem vicces, hanem valami nagy fogás? Tehát volt már olyan, hogy amióta szolgálatban voltak, azóta ilyen rendkívüli esemény nem történt. Hát az nagyon jó, az akkor elérte. Így van, elérte a célját. Nagyon, nagyon. Akkor csépán rend van. Hát azt nem mondom, hogy rend van, viszonylag rend van. Na. Viszonylag rend van a humán térfigyelő rendszernek köszönhetően. Polgármester úr, köszönjük szépen, csak ezt akartuk hallani. Jó munkát kívánunk. Gratulálunk. Jó az ötlet. Jó az ötlet. Viszonthallásra. Viszonthallásra. Az eligazításon ment el a hangja vajon? Hát igen. Kettős osztag! A kiképzésen valószínű, igen. Nem hagyhattok réseket. Feszesebbre kell húzni a hálót. De jó, tényleg jó. De nagyon aranyosak volt egyébként, és tényleg a leokalpolap előtt kitaláltak ezt a dolgot. Ilyen munkát adnak ugye az embereknek, vigyáznak a falu biztonságára, tök jó. Ez egyébként tényleg jó. Ha valaki így önkéntesen dörködik, azzal nincs baj. Én azt nem szeretem, amikor valaki úgy önkéntesen dörködik, hogy arra senki nem kéri. És senki nem akarja. Nem? Menjen, intézkedjen, lakóházban, helyre tegyen téged, mint a lakóközösség tagja egyébként, hogy rossz helyen állsz, rossz helyen parkolsz, sáros a csizmád. Minden munkahelyen, minden házban van egy ilyen, nem? Igen. Amikor kapsz egy olyan levelet, hogy vagy a szerkesztőség, kedves szerkesztőség, nem szokásom, és természetesen nem vagyok én sem önkéntes rendőr és feljelentgető, de a hatályos jogszabályok szerint maguk! Azt hogy utána miért csinálja ezt valaki? Unatkozásból? Vagy csak hát az életét? A rendszeretet. Hát most fogja ezt erre, igen. De unatkozik, vagy miért? Hát leginkább. Leginkább magányos. Mert már mindenkit feljelentett a környezetében, és ezzel emiatt elhidegültek tőle. Jó, már mindenkit elmart magam mellől, igen. Na jól van. Játszunk egyet, jó? Óven bácsival és Beru nénivel játszunk más. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Sziasztok, fiúk, Ancsa vagyok. Szia, Ancsa. Hello. Fújtatsz, vagy kicsit futsz? Izgul. Sétálok a munkahelyemre, és az miatt egy kicsit. Merre sétálsz éppen? Most Székesfehérváron. És ilyen közel laksz, hogy csak úgy besétálsz? Nem, a buszról sétálok, mert kislángon lakom. Kisláng? Kisláng. Jaj, te cuki név. Mit dolgozol? Irodai asszisztens vagyok. Irodai asszisztens. És akkor gondolom 8-kor kezdesz, nem? Igen. Én nem tudom, mi van, nem tudok rendesen beszélni. Elég ez nekem. Valahogy a magán és a másrangzók valahogy nem abban a megszokott, mindenki által elfogadott sorrendben jönnek ki, ahogy annak kellene. Mert ebben is új tudsz lenni, érted? Nagyon, nagyon igen, beszélni nem tudok. Ancsa, játszottunk már valamikor? Nem, még nem. Ez az első? Igen. De akkor nincs is segítséged meg senki, csak így egyedül, ugye? Nincsen. Jó van. Na mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj! Oha. A csépai megfigyelő rendszer hanglokátort veted be. Szonárokkal dolgoznak. Nyilván a tenger alatt vannak éppen. A Tatooine-on, ahol nincs wind. Nagyon jó. Mutatjuk, mit énekelnek. Egy rövid részletet, figyelj! La na na, na na na. Hát ez... Ajándék péntekre.
De ahogy hallom, nem mindenkinek. Ez egy hatalmas zicser. Ki kell talán odaadig, amíg el nem kezdik dobálni a vízi bombákat. Fú, még egyszer lehetne itt. Persze. Tudom, hogy miről. Mutatjuk, figyelj. La na na, na 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 na. Az eredeti meg a magyar is jó nekünk. Mosolyog rám. Ki? Az a szöveg. Ki mosolyog? Az... Mosolyog rád valaki? Mosolyog vissza. Az jó. Két ember között a legrövidebb út egy mosoly. Semmi, Ancsa. Jó az eredeti, jó a feldolgozás. Magyar feldolgozás. Magyar előadó. Eredeti. Jó a dalcím. A magyar jutott először eszembe, de csak a szövege is nem a címe, nem az előadó. Ki kénekelték? Az sincs meg. Ugye hang alakja van. Das Boot. Egyetlen pendítés, Vasili. Bár az a Vörös Október. Hát egyetlen. Ebből szerintem nem fog így menni, egy kicsit hosszabbat, jó? Vadászat a Vörös Október, egyetlen pendítés, Vasili. La na na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na jó, hát most már lejátszottuk az egész dal. Igen, mindjárt sírok. Na, mutatjuk az eredetit. Jó, figyelj, ez lett volna. Nem fog beugrani. Paul McCartney, Stevie Wonder. Ez így fiatal vagyok, azt hittem. Igen, és itthon pedig a Roy és a Roy United. És, igen, és a Péli Barna. Péli Barna, így van. Feketén a hó. Nagyon szép. Címmel. Jó dal egyébként, főleg az eredeti. Jó, hát ez jó. Sajnos nem volt hát, meg. Köszönöm a lehetőséget. Nem volt könnyű, Ancsa, vigasztaljon a tudat, jó? Jó. Köszönöm szépen. Ciao. A játékot megtek. Hello, köszi. Sziasztok. Hello. Kunszent Mártonban is volt ilyen, mint Csépán, csak itt épp a helyi bűnözők járőröztek éjszakánként. Jaj. Írja nekünk egy hallgató. Jó, akinek van önkéntes rendőr, azért írja meg nekünk, hogy mit csinál jól. 8 óra után még visszatérünk rá pár mondat erejéig. Csak mibe szól bele, hogy intézkedik, milyen eszközöket vesz magához, hogy intézkedni tudjon, kit mivel fenyeget, hogyan zsarol és mit csinál. Na, hova lesz a séta, Katika? Kivel találkozunk, Katika? Igen, kíváncsi önkéntes rendőrködő nénik, bácsik írjanak nekünk nyugodtan magukról is egyébként, ha ők tudják saját magukról, hogy azok. 4 perc, pontosan 8 óra, jönnek újra a hírek, aztán itt vagyunk is. 8 óra múlt pontosan 9 perc, jó reggelt kívánom mindenkinek. Egészségedre. Köszönöm. Itt vagyunk a hét utolsó munkanapján, közlekedési hírekkel, az M3-as bevezető teljesen jól járható, Pikpak küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán valaki elküldte ugyanezt, hogy az M3-as bevezetője torlódik, az okát nem tudom, úgyhogy ellentétes információk jönnek. Ezt Maci ügynök üzente. Baleset a Hegyalja úton az Erzsébet híd után, a külső sávban, üzente Josi, köszönjük szépen. És... az Erzsébet hídon Budafelé a híd végénél baleset történt, már a Kossuth-Lajos utcáig torlódik a forgalom. Aztán a Péceli leágazónál baleset történt, de a forgalom normálisan halad, ezt RA küldte nekünk, ez a 31-es főutat érinti, és az M3-ason rajzanak a Trabik. Ezt a Tesco küldte nekünk, ezt jelenti, hogy jön a tavasz. Köszönjük szépen. Hogy ez milyen összefüggésben van, azt nem tudom. Nem tudom, hogy honnan ismerős Csépának a neve, aztán az egyik kedves hallgatónk megírta, és felnyitotta a szememet. Hát a csépai lókupec, ugye, az indul a Bakterházban, Hauman Péter zseniális alakítása. Igen. Sanyi! Sanyi! Sanyika! Hát legalább egy késem lenne, hogy megnyúzhassam át. Szegény ló, mikor megdöglik, mi? Elvágódik, igen. Úristen, na ugye önkéntes rendőrökről beszélgettünk, mert hogy Csépa polgármestere egy ilyen humán térfigyelő rendszer telepített, és úgy látszik, hogy a dolog működik, ugye vele beszélgettünk, mármint a polgármester, aki elmondta, hogy ugye nem nyertek pénzt térfigyelő kamerára, ezért közmunkásokkal pótolja a berendezéseket Csépán, és egy kis falucskáról van szó, éjjelente járőröznek a közmunkások, senki nem tudja, hogy kiről van szó, kik a beépített ügynökök, kik az alvó ügynökök éppen. És azóta nem volt még betörés. Egy humán térfigyelő rendszerre működtet. Hát illetve tudják, hogy kik az alvó ügynökök, mert ők éppen akkor nincsenek ott. Így, így. Igen, ők pihenek. A szabad napjukat töltik éppen. És ugye beszélgetünk itt az önkéntes rendőrködésről, hogy ki miért csinálja. Van egy-két jó SMS. Nálunk a templom előtt a gyermek misére érkező parkoló autókat fényképezte le, és jelentette fel a Szemkőszínházi házban lakó ember, valószínűleg nyugdíjas, aki egyházellenes is, írja Andi. Egyházellenes. Egyházellenes.
De gyerekmisére érkező autósokat megbüntetni? Igen. Van egy másik SMS, azt írja, hogy neki a munkahelyén volt olyan, aki a komplett személyiségét akarta megváltoztatni. Azt kapta meg, hogy 20 évesen meg kellene változnia. Nem vagyok szemtelen, nem vagyok bunkó gyerek, de sokáig fog menni, akkor eljárom a szám, és soha többet nem jön be dolgozni. Mindig mindenbe beleszól, iszonyatosan idegesítő. Ő a legidősebb kolléganőjük. Általában ezt inkább csajok csinálják, nem? Hát igen, egyébként az ilyen falun belüli híradórendszer az inkább a nénikre jellemző. Igen, de ők szerintem a passzió vonal. A férfiak, ha ilyen úgymond besúgóvá vagy önkéntes rendőrné válnak, annak általában valamilyen oka van, valamit el szeretnének vele érni. Valamilyen előnyhöz szeretnének jutni. Ők azért ilyen azt gondolom, hogy ilyen gyakorlatilasabb okokból kezdenek el besúgni. A hölgyek pedig inkább szórakozásból, vagy hogy unaloműzésből. Vagy mert rendnek kell lenni. Mert őket ez szórakoztatja, igen. Na. Egy telefon gyorsan, jó? Jó. Csak. Jó. Mindjárt. Jó. Csörögjünk csak. Kit hív? Vagy titkos? Nem tudom. Nem tudom. Egy logopédus. Én most a közlekedés hibátlan volt. Na. Ed már föl, mert soha nem derül ki. Egy létező szám. Halló. Pista bácsi, Balázs, Morning Show, hello. Jó reggelt kívánok, Lőkeim. Hihetetlen. A kutyafáját meg eszembe jutott, megpróbáltam lebuktatni, hát de nem. De nem. Régen hallottalak róla. Jó reggelt kívánok, semmi eszembe jutottál, valamik reggel gondoltam, hogy fölhívunk, hát ha megdől ez a Pista bácsi effektus, de a kutyafáját nem tud megdőlni, nagyon jó. Balázskám, örülök neki, hogy fölhívtatok kora reggel. Mi újság, Pista bácsi, jól vagy, minden oké? Jól vagyok, nagyon szépen köszönöm, mert Pistokáimát. Nem is beszéltünk még ebben az évben, úgyhogy hát akkor megragadnánk az alkalmat, hogy boldog új évet és jó egészséget kívánjuk. Viszont nektek is nagyon boldog volt annak a kopasz gyereknek is, meg a pálinek. Kopasz gyereknek. Aj, Pista bácsi, mit csinálsz most éppen, mivel foglalatoskodsz, hogy telik a mai napon? Hát egy derüle jól telik, most keltál föl nemrég, úgyhogy egy derüle nem csinálok semmit. Nem csinál semmit? Csak úgy teszel, veszel, vagy csak úgy jössz-mész? Igen, boltba készülök, lölköm, tudod, valami tápot kéne venni magamnak. Tápot. Nyilván, igen. Jól van, jól telt a karácsony, Pista bácsi? Köszönöm szépen, nagyon jól telt. Kipróbáltam a böglécsú pálinka, túl sokat beleöntani, azon kívül nagyon jó volt. Nagyon jó volt, jó van. Örülünk, hogy jól vagy, csak gondoltam rácsörgünk, hogy hát ha esetleg az unokád veszi föl a telefont, vagy a fiad, vagy valaki, de látom, hogy nem engedett ki a kezed közül egyébként. Nem, hát ez egy telefonom, már hogyan engedném a figyelopják nekem. Unokád, gyerekek, jól van mindenki, az egész család? Jó, persze, köszönöm szépen, az egész család, hogy ne. Szórjuk a magukat. Hát még egy út. Na, unoka jön? Unoka lesz? Úgy néz ki, igen. Na. Gyereknél meglepődnék. Gyerek is lehet akár, lehet, Pista bácsi. Igen. Jól van, Pista bácsi. Vigyázz magadra, csak rácsörögtünk, hogy mi gondolunk azért rád, jó? Jól van, köszönöm, Lőkeim. Szárvusztok. Szia, Pista bácsi. Jó egészséget. Na. Lesznek új unokák is. Hát, ahol... Kamu. Ahol szörötöt van, ott györök is lesz. De hogy vette föl megint úgy? Tudta, hogy mi hívjuk-e? Nem? Nincs? Spontán rácsörgünk, ugye, egy hónap egyszer, hát egyszer beborul. Nem jelzi ki a számunkat? Nem jelez számot, Anna? Nem jelez számot? Ez a készülék nem. Aha. Nem jelez számot. Akkor még esetleg le is menthette volna, de az első ilyen megszólásságot lehetett érezni. Hogy bizonytalan. Aha. Hogy ki hívta? Aha. Nem, azt nem hallottam. Csak arra koncentráltam, hogy hogy veszi föl, de én ezt nem hallottam, a bizonytalanságot. Ugye valaki nem tudná, Pista bácsi, ami áll Pista bácsink, vagy nem. Szerintem igen. És egy pár hónappal ezelőtt beszéltünk vele.
Ugye, és próbáljuk azóta lebuktatni. Néha egy eszembe jut, és akkor átcsörgünk, hogy hát egyszer úgy veszik, hogy tessék, halló tessék, de nem. Tehát egyelőre nem tudjuk megfogni, én továbbra is kamura teszem. Hát én már billegek. Én már nagyon ingatozom. De miért szerinted nem kamu? Szerintem nem. Szerinted egy 80 és ember így, hogy beverek valami tápot, tehát ez így... Lölkeim. És nyilván tudod, és nyilván Pista bá, tehát hogy nem Gyuszi bácsi, vagy András bácsi, tudod, a legközhelyesebb Pista bácsi. Ki lenne más, tudod, Pista bácsi. Nyilván. Vagy irgalmatlan profi, vagy pedig tényleg az, akinek mondja magát. Meg kellett volna kérdezni, hány éves, hogy mit mondom, az a baj, már én sem emlékszem, hogy mit mondod. 70 valamennyit mondod. Figyelj, aki ismeri esetleg a hallgatóink közül, és igazolni tudja az ő személyizonosságát, az jelezze. De hol volt ő? Hol volt? Ott a Sárvár környékén. Igen. Az a baj, nem tudjuk, hogy nem emlékszem a pontos falura, nem? Hogy hol lakott. Valami városba bement, Szombathely. Valahova ment valamit venni az unokájának, vagy a gyerekének, igen. Valamiért ez a Sárvár és környéke rémlik. Igen? Igen? Hogy ott lakott? Na mindegy, ha tudunk pontosat mondani, akkor megkeresünk. Ha valaki az ismerős lölkök közül, ismeri vagy kölkök közül, az jelezze már. Anna, te sem emlékszel, hol lakott? Nem emlékeztél, hol lakott? Hol lakik, nem? Rátogassuk már meg. Szeretném. Autóba ülünk és bekopogunk. Szerinted kamu, te vagy a vidéki. Kamu? Kamu. Lölkecskéim. Kamu, nem? Szerintem az. Igen, meg ez a táp, elmegyek tápért, hát egy 70 éves ember nem mond ilyet. Hát de valójában lehet, hogy tápér, nagyon kicsi a közért, úgyhogy ott mindent árulnak. De jó, de magának egy lesz, nem a hát malacoknak. Hát magának, hát az ja, ő gyúkjainak, igen, szólom, maga... tojótáp. Hát vagy tényleg van egy saját telefonja, és ennek a számát csak mi tudjuk. Ja, ugye erre vett külön egy mobilt. Erre vett külön egy mobilt, és tudja, hogy mi mikor hívjuk, ugye, mert ezt senki nem ismeri. És ugye 6-tól 10-ig ez mindig gyanús. Tehát ha le akarnánk őt buktatni, akkor vagy este 8-kor kéne valakinek rácsörögni, vagy délután, vagy éjszaka, amikor nem számít. Aha. Érted? Vagy van két mobilja, és akkor az egyik az a hiteles, a másikon meg mindenkinek kamuzik. Az és a titkos másik igen. Élete. Az a titkos Pista bácsi, igen. Na jó, van, mindegy, nem, ez most nem sikerült. Csak kíváncsi voltam. Hogy mit csinál. Na, a Rózsa Gyuriról megjelent egy érdekes hír, és mi az? Na semmi, mindig felcsillan a szemem, amikor hallom, hogy valami van. Igen, örülsz Rózsa Gyurinek? Nem akar a kedvesével összeköltözni. És ők ugye együtt vannak állítólagosan, de hogy nem költöznek össze. És azért nem költöznek össze, mert hogy mindenkinek jó így maga a külön élet, ahogy éldegélnek, esküvőt sem tervezik még, külön lakásba laknak. És ugye úgy este találkoznak, igen, együtt vannak, de utána vagy ott alszik valaki valakinél, de senki nem hajlandó föladni a saját egyéniségét. Mindketten éltek már házasságban, és egy fedél alatt nem akarnak lenni folyamatosan a másikkal. Hát ez a jól működő hosszú távú kapcsolat lényege, nem? Hogy kevés eltöltött idő, és az éjszakák külön, vagy külön szobában, vagy külön lakásban, igen? Ettől működik jól? Mondjuk mi egy picit szerintem felülben rácáfolunk erre a dologra, most már elég régóta együtt vagyunk a párunkkal, de szerintem egyébként ez működhet jó hosszú időn keresztül. Ez jótékony hatással van egy kapcsolatra. Nagyon sokan hisznek például külön hálószobába is, ez is ugyanaz, csak kicsit messze van a két hálószoba. De ezt hogy kell elképzelni, hogy együtt vannak, de haza mennek, nem? Szerintem ez egy baromi jó dolog egyébként, így ha 60 fölött mondjuk, igen. Hogy nem akarsz már valakivel összeköltözni, nem? Ha megtartod a saját szabadságodat, aha. És egész egyszerűen külön mozogsz. Igen, nyilván van egy életed, 60 éves korodig beégett egy csomó minden, hogy te ide teszed a szennyest, a mit tudom én, és jön valaki, akkor az minek szóljon bele? Igen, szóljon, akkor, persze. Szerintem akkor már nem szívesen változik, meg nem is nagyon tud változni már az ember ennyi idős korban. Fiatalabb korban kicsit nehezen tudom elképzelni, tehát hogy két 20 éves összeszerelmesedik, vagy 25 éves, és még sokáig így élnek, hogy külön lakásban, de erre is van példa. Hát igen, először lehetett, hogy 7-szer akarnak együtt aludni, aztán már csak 6-szer, 5-szer, 4-szer, utána meg már rájön. Mi vezet oda, hogy valakivel együtt élsz, de egy idő után külön akarjál lenni? Tehát például a külön hálószoba az már egy lépcső ahhoz, hogy előbb-utóbb külön költözzetek, ha megtehetitek például? Szerintem igen. Tehát amikor már az alvás fontosabb, mint az, hogy együtt legyél valakivel, nyilván az van, hogy mondjuk apa horkol, vagy anya, és ezért apa vagy anya nem akar vele aludni, egy külön hálószobába alszotok. Vagy mondjuk az egyik éjjeli bagoly és hajnali 2-ig olvasna, a másik meg 11-kor már alszik.
hogyha azt mondod, hogy ezek fontosabbak, mint az, hogy te azzal legyél, hogy akit szeretsz, igen, akkor az ott kis eltávolodást én érzek. Hogy akkor külön mentek. Nem, külön vagy lehet, hogy ez a jó praktikus. De egyébként lehet, hogy ez meg a jó megoldás, mert ettől maradsz együtt a másikkal hosszú ideig. Hogy figyelembe veszed azt, hogy figyelj, te olvasol hajnali kettőig, én meg aludnék, akkor aludjunk külön, de szeretlek. Hát már ha hangosan olvasol, akkor nyilván zavaró lehet. És a lámpa? Hát igen. vagy ha éjjel látó szemüvegbe, akkor meg kevésbé zavaró. Nem. Biztos az összeköltözésnél azért vannak ilyen nagy meglepetések, nem? Amikor valakivel úgy költözöl össze, hogy mondjuk 3 hónapot jártok, nagy a szerelem, kicsit vakis vagy, és aztán ez csak megtörténik a nagy összeköltözés. Hmm. És beállít hozzád. És akkor jössz rá, hogy milyen rigójái vannak, hogy milyen szokásai vannak, hogy mit csinál, hogy mennyi budipapírt használ. Az első közös ébredés. Igen, hogy rendszeresen... Gyűrött arccal, táskás szemekkel. Rendszeresen használja a fogkefét, vagy nem. Igen, a közös ébredés is, ami ugye kiábrándító, de inkább arra gondolok, hogy amikor két ember összeköltözik, ott azért vannak nagy csapások, amikor rájössz, hogy a másiknak milyen fura szokásai vannak, vagy mondjuk, ha te beengedted a saját lakásodba, vagy te mentél be egy másik lakásba, akkor ott azért adhatok ott az összezördülés, amikor két ember elkezd összecsiszolódni. Nem? Az mindig egy izgalmas fázis a kapcsolatnak. Hát igen, nekem, megmondom őszintén, hogy nekem nagyon nagy megdöbbenés volt például annak idején, hogy amikor rádöbbentem arra, hogy a hölgyek picit többet járnak ki a mosdóba, mint az urak, mert sokkal gyorsabb ugye a kiválasztásuk, és hogy a kis dolgokat sokszor végzik el. És én azt gondoltam, hogy ez valami urológiai problémára vezethető vissza, de aztán nem. Aztán kiderült, hogy nem. Hogy ez így természetes, hogy ők egyszerűen többször járnak vécére. De meglested, vagy hallgatóztál, hogy hát, mit csinálnak? Hát, hogy meglesem, meg oda mentél négy kézlábig. Érted. Tehát, hogy például ez. Például ez. Tehát, hogy amíg én itt tudom, hogy volt, hogy egyszer vagy kétszer mentem ki egy nap, akkor azért a lányokhez inkább sűrűbben fordul elő, mint gyakran. Ez idegesített téged? Hogy már megint hát őszintén szóló, igen. Megint a vízpazarlás, megint az a papír. Ja, igen, ráadásul, érted. Ez miért nem egy víz? Miért nem egy vízbe, vagy egy öblítéssel, vagy akkor a nap végén? A nap végén öblít. Volt még ilyen nagy csodálkozás nektek, amikor így összeköltöztetek csajjal régen, ugye mindenki élt azért együtt nővel, mielőtt mielőtt férfiakkal kezdett együtt élni, mielőtt a labráncra verték. mielőtt aláírta a papír. De hogy azért azok nagy meglepetések, nem? Az az érdekes benne, hogy az igazi meg, tehát nem is akkor jön, mert ha szerelmes vagy és összeköltözöl, akkor minden mindegy. És nem mondja nekem senki, hogy 28 évesen összeszerelmesedsz valakivel, összeköltöztök, és akkor számít. 2 hónap múlva számít. Meg egy amikor fél, már múlik a lilakörn? Meg egy fél év múlva, amikor elkezdesz gondolkozni, hogy basszus, miért is? Miért nézem én a barátok közt? Vagy bocsánat, nem azért, tehát, hogy mert van egy ember köztünk, aki azért nézi. Hát az még hagyjál, hogy a barátok köztet néz. Azért szerintem az nem ilyen rigójára gondolok, hogy barátok köztet néz. Most az mit néz a tévében? Nem. Tehát rájössz, Pitami, hogy nem használ fogkefét. Jó, hát akkor... Az baj. Vagy rájössz arra... Ne fogsemet használja érte, vagy semmit. Vagy nem, egyszerűen azt veszed észre, hogy összeköltöztetek, és ő például nem hoz magával fogkefét, és ott jössz rá, hogy úristen, tudod? Aha. Tehát, hogy nem mindenki úgy költözik össze, hogy baromi nagy a szerelem, nélaköd van, és tök mindegy, hogy mit csinálja. Jön, csak azt mondta, hogy jó, gyere, átpróbáljuk meg az együttlakást. Hú, összeköltözöl valakivel úgy, hogy mit tudom, én este fekszel az ágyban, és azt mondom neki, nem volt ilyen, tehát nem saját élmény. Nem akarsz szemben zuhanyozni? És nem. Van meleg víz. De van meleg víz, nem mész? Nem. Tegnap se zuhanyoztál. Hát jó, hát tegnap se zuhanyoztál. Minden, majd hétvégén zuhanyoztál. Érted? Én az ilyen nagyobb csapásokra gondolok, amikor valami olyanra jössz rá, ami egész egyszerűen, és akkor meg kell neki mutatni a boilert, igen, meg kell neki mutatni, hogy hol van a melegvíz, meg stb. Nekem volt egyszer egy olyan barátnőm, akinél arra kellett rádöbbennem, hogy nincs túl sok ruhája, vagy pedig azt az egyet nagyon szereti. Mert hogy ugye minden második alkalommal egy ilyen egyébként nagyon helyes csaj volt, csak hogy mindig ilyen vékony farmer ruha volt rajta. Aha. És először úgy nagyon tetszett, de jó, most is azt vette föl, az milyen jó, hát jól áll rajta, hát ma is milyen szexi. De tényleg, hát és most így harmadszorra vette föl, most már egy picit fura, de hogy így negyedszer, és aztán így kiderült, basszus, mindig tök ugyanaz volt rajta. És ilyen egy idő után már kezdett így tudod, ilyenkor elkezdesz gondolkodni rajta, hogy hú, nem lehet, hogy akkor egy picit
más picit területeken is. Igen. Köszönöm, Feri, hogy kimondtad. Este észrevetted. Mondom, tette már szegény. Igen. Este észrevetted, hogy a te fogkefédet használja. Igen. Vagy az se. Kérdően nézett a... Célhozgattál. Hogy azért ez kellemetlen tud lenni. Ez kellemetlen tud lenni egy idő után. Ezek vettél neki ruhát, az nem te vagy, mit csináltál? Adtál neki, azért mondom. Öltöztes az anyja. ez már régen volt, érted, nem is volt saját keresetem. Vágtál neki valami használt frottírtörő közülben? Nem volt ösztöndíjam, de akkor mit csinálsz, megmondod? Tehát ott ülsz már együtt összeköltözve valakivel, mondjuk nincs lilaköd, és finoman elkezdett fölhívni a figyelmét a higiéniai szabályokra, vagy mit tudom én, csak mit tudom, papuccsal megy be az ágyba, vagy éjszaka nem veszi le a zokniát, tehát nem akarok nagyon belemenni itt a... Igen, de az volt az benne... Tehát egy zokniba alszik, és rájössz, hogy egy palival vagy együtt, és most hogy mondd meg neki, hogy mondjuk ő zokniban alszik, és egy olyan palival költöztél együtt, aki zokniban alszik, de vagy csak reggel fül. Az első, második, harmadik találkozó, és ez egyáltalán nem jelentett problémát, mert egyébként tényleg nagyon dekoratív volt, meg jól is nézett. Farmer kabát fetisista volt. De hogy valahogy ez a farmer ruha, ez nagyon beégett és ráégett. És akkor kirúgtad, vagy mit csináltam? Nem, már szépen lassan így leépült. Mindig róla. Elmentettek egy ilyen háda ruhaból terület, és akkor megálltál a kirakatnál, nézd. Tutituri előtt megálltatok valahol? Megálltuk a tutituri előtt, és akkor nézzétek egy... Éva ruha 1000 forint per kiló. Sajnos nem volt bálabontás aznap se, úgyhogy nem mentünk be. Ezek nagy tapasztalások. Na, írjanak nekünk olyan hallgatók, ha már így Rózsa Gyuri cikkéből indultunk el, akik nem a külön költözést fontolgatják, hanem amikor összeköltöztek. Akkor jött a nagy pofon. Hogy... Horkolónőtök volt már? Mert nekem az is volt. Na, hát több minden nem vagy túl, mint gondoltam. Hát figyelj, tehát az, amikor felébredsz valamire este, és azt, és így kicsit így furán egy körben, ez is, mi volt ez a hang? És nem hossza, nem elnyújt, csak ennyi. Tökéletes. Erre gondoltam. Amikor lehull a lepel, ugye milyen szép? 3 hónap nagyszerelem után meghallott, hogy életed választotja, hiszen még csak mondjuk szexeltetek, és nem aludtál ott, vagy ott aludtál, de akkor nem horgott, annyira kimerült. De amikor először ott alszik nálad, és nagy horgott, mit csinál? Csipesztettél az órára, vagy mit csinál? Nem, hát megkérdeztem tőle, hogy van-e valamiféle orr problémája. Nem, reggel ez lehet gyógyítani, vagy ilyesmi. Igen. Tehát úgy próbáltam még finoman beszélgetni. Ez a dolog aztán nem változott semmit a későbbiek sem, csak azért volt ez számomra nagyon furcsa és kellemetlen, mert nekem az apám is horkolt. És amikor megri a cél, és azt mondom, apu, már otthon vagyok. Apu. Ilyen, apu. Megnézed? Nem, ő nem. És reggel finoman jelezted neki egy romantikus tojásántottam mellett, hogy édesem, nem akarsz elmenni a János Kórházba, vagy orrfüggégészetre, vagy ezt igen, nem? Igen, csináltam neki reggelit, egy kis virágon vázába, és hogy megágyazok a dolognak, és nem akarnád esetleg kivetetni ezt a hihetetlen, ahogy jövök ott orrpolipot, aminek a következtében csak te tudsz aludni. Én meg már, te már megszoktad, de hát mi még nem vagyunk olyan régen együtt. Meg kell rázni, vagy meg kell lökni, vagy meg kell ijeszteni. Azt mondják, hogy be kell fogni az órát, az és akkor jó. Izé. Rázd meg, vagy ijeszd meg. Hát az ilyen megijesztés az nem annyira, mert érted? És akkor megülsz. És a pofon meg. És utána gyorsan becsukod a szemed, mikor te aludnál. Az, hogyha megrázod a horkolót, vagy így kicsit így megmozgatod, vagy más testhelyzetbe teszed, vagy tapsolsz egyet, akkor az valahogy fölhozza arról a szintről, hogy horkol, és akkor abba adja. Igen, vagy csak én aludni hirtelen... szeretek éjszaka, nem tapsolni. De úgyse alszom, mert horkol, tehát akkor viszont tudsz valami hangot gerjeszteni, ezt próbáld ki. Vagy ammóniát szagoltatni vele. Nagyon. Na, minden nem, az ágyam nem mellett. Tudom kipróbálni, mert meg kéne keresnem hozzá. Na, azért mondom, hát, már lehet, hogy férje van és gyerekei. Nem baj, kopott meg hozzá. Megtaláltad a megoldást. Na, tehát nagy csalódások összeköltözéseknél ez a témánk, jó? Kit milyen meglepetés ért már szíve választottjánál? Amikor is, hát mindez ideig a randi rendben volt, az első éjszaka rendben volt, megérkezett két táskával, majd jöttek a fura, megmagyarázhatatlan, indokolatlan szokások, dolgok, vagy jelenségek, amiket ugye hát nehéz megmagyarázni az összeköltözésnél. SMS számunk változatlan, 06-745-00-00, jövünk az SMS-ekkel a hírek után. 3:49 lesz, pontosan 5 perc, szóval hello mindenkinek, jó reggelt, drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk, és arról beszélgetünk, hogy... Ugye Rózsa Gyuri a kedvesével nem költözik össze, ez érthető, hát abban a korban már az ember szeretné megőrizni a függetlenségét, és oda kanyarodtunk, hogy milyen nagy meglepetések érik az embert, amikor összeköltözik valakivel. Ugye lila köd van, szerelem van, találkoztok, randiztok, ott alszik egy éjszaka, két éjszaka, de mondjuk 3-4 hónap után úgy dönt a pár, hogy oké, okay, rendben van, próbáljuk meg az együttélést. Közös kuckó, megérkezik a nő, megérkezik a férfi. Mit hoz magával, mit csinál éjszaka, milyen szokások vannak? Hát csodálatos SMS-ek jönnek, az univerzum mély és kifürkészhetetlen, hihetetlen. Ebből nagyon sok az altesti csalódás. Mondani is akartam mindenképpen, hogy az SMS falunkon látható SMS-eket elolvasva, azt kell mondanunk, hogy nagyon-nagyon messzire jutottunk az eredeti témától. Szerintem Rózsa Györgyéknél nem ezek a problémák. De gyerekek, számítani lehetett rá, szóval amikor egy nő az olyan, mint egy
ilyen bekolikázott ló, olyan a beleérted, és arra kezdi egy a nő, és rengeteg pasi írja, hogy egyszerűen a szomszédok kopogtak át, hogy halki csak lejjebb a rádiót, közben nem történt semmi, csak túl sok bélgáz volt a nőben, tehát azért az egy összeköltözésnél azért szerintem tud nagyon kiábrándító lenni, hogyne, hát ez is sajnos hozzátartozik az együttéléshez. Itt van István velünk, aki szintén jelentkezett, mert van jó története. Hello István, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia, este csak szolidan. Kösz. Hello István. Na, mi történt? Összeköltöztetek? Mi derült ki? Hát 2007-ben összeköltöztem az egyik hölgyel, nem mondom, hogy hol anyud a főváros, és akkor olyan volt, hogy összeköltözés után, egy hét után estére, úgy 10 óra magasságába felébredtem, ugye volt, tudni kell, hogy ahol volt barátnémnek volt egy 9 éves kislánya. És akkor arra keltem fel, nézem, hogy ő fekszik az ágyba a barátnémnek a szájába egy cumi, a kislánya pedig megkétolva. A barátnőt szájába egy cumi? Így van, egy gyerek cumi, és ráadásul egy ilyen fogszabályzós cumi. Nem tudom, ismeritek. Igen, igen, megvan. Igen. Nem hiszem el. Na és akkor a kislánya meg olvasta neki, akkor pénzt, jól emlékszem, a hamu pipőkét olvasta neki. Tehát a 9 éves lány olvasott a barátnőnek, az édesanyjának, aki egyébként cumival a szájába feküdt. Így van, és akkor megkérdeztem tőle, hogy ez most mi akar lenni. Aztán ne lepődjél meg, innentől kezdve te fogom nekem mesét olvasni, mert én csak így alszok el. Na erre annyit mondtam, hogy jó, oké, nekem ennyi nem kell, felöltöztem és elmentem, másnap hajnal fele visszamentem, összetettem a cuccomat és ott hagytam, mondtam, jaj Isten, menj, hogy nekem ilyen kelljen. És azt mondta, hogy tette kell majd, hogy mesét olvassál? De te fogsz mesét olvasni? Igen, innentől kezdve azt akarom, hogy vele éljek meg, hogy megkapjak mindent, mint magyarában az ágyba, és akkor azt mondta, hogy mesét kell, hogy olvassak, míg ő cumizik és elalszik. Jézus. Nem vagy elég perverz, maradhattál volna egy hónapig, azért olyan, aki a azért az nagy sztori majd az unokáknak, hogy gyerekek volt egyszer egy sem, akinek este mesélni kellett, és ő közben a szájában cumizott, tehát hogy azért ez így legalább egyszer kipróbálhattad volna, hogy ez milyen. Egy-két Andersen elhattad volna. Akkor várjatok, mert ugye utána összejöttem a mostani barátnőmmel, elmeséltem neki ezt a sztorit. A sztorit, erre ugye neki pont itt volt a keresztlánya, gyorsan elvette a cumiát, bekapta és lefekült, azt mondja, hogy gyere apa, mesélj, na ne szórakozzatok. De ő már csak szórakozott nyilván. Így van, így van. Igen. Hát ez kemény. István, köszi, hogy elmondtad. Szívesen, sziasztok. Ciao, hello, hello. Szia. Hát gyerekek, nagyon sok SMS van, csak nagyon kell szortíroznom. Hát bánst ki azokat a szavakat, amelyek nem. A jön. Volt pasim beköltözés után, összeköltözés után kérte, hogy borotváljam le a seggét. Mit? Ne haragudj, drágám. Szenzációs. De úgy mindenhol. Neki az összes exe megcsinálta. Szerinte ez a nő dolga. Ez Kriszta írja. Hát ő nem fér hozzá. Az milyen, amikor összeköltözés után randi, vacsi, egy-két szex, ottalás, egyszer csak összeköltöztetek, mész be a hálódba, és ott van a barátod levetközve gyertyaállásba, ugye, egy, vagy négy kézláb nagyon pucsítva, egy borotvával a kezében, hogy édesem, akkor állj már neki. Figyelj, kajálod, told már a seggem. Borotvált már. Szenzációs történetek vannak. Ezek csak a lájtosabbak egyébként, szóval van egy-két nagyon durva. Igen. 36 éves aglegénnyel költöztem össze közel 2 évvel ezelőtt. Vannak rögzült szokásai, nem használhatok porszívót. Megvan, hogy hogy kell mosnom, mivel nem főzhetek, és amit még mindig megpróbálok megszokni, az okniát a nappali különböző pontjaira rejti. Gitta írta ezt nekünk. Egy másik SMS. Az összeköltözés után jöttem rá, hogy a zuhanyzóban mossa le a sarat a bakancsáról, fürdeni nem szeret, pedig építkezésen dolgozik. Na, szép. Írja egy hallgató. De legalább a bakancsát ápolja. Vagy legalábbis nem sáros. Nekem a volt barátnőm csikorgatta a fogát álmában, és ha meglöktem, hogy hagyja abba, akkor meg beszélt álmában. Akármit csináltam, akkor is csikorgatta a fogát, idegesítő volt nagyon. Nagyon nagy volt a szerelem, 5 hónap után összeköltöztünk, mostanra 9 hónap már vége, kiderült, hogy börtönbe költöztem, mindenre el kellett számolnom, miért nézem magam a tükörbe, az evésen kívül már nem volt közös témánk, de végül is fél óránként éhes volt, írja nekünk egy hallgató. Az milyen ciki, ha oda költözik a kedves és elárulja, hogy van egy kis testi hibája? Csak ő most óvodában van, írja Petya. Ja, hogy nem tudtál róla, hogy van egy gyereke? Igen. Igen. Én benéztem az összeköltözést, kifogtam egy olyan pasit, aki a rendmánia ne továbbja volt. Egyszer nem szólt hozzám egy teljes napig, mert kiöntöttem véletlenül egy pohár üdítőt. Amikor meg főzni akartam, megkérdezte, mi ez a büdös. Júj, de tapintatos. Sziasztok, és amikor arra ébredsz, hogy a pasi konkrétan csurgat, zárójelben pisil a hálószobában.
Na jó, ott biztos, hogy lehetett. Azért nem mondta, hogy nem ez a rock and roll. Biztos, hogy megvolt. Kicsit fölkezd, nyújtaszkodsz, és azt látod, hogy áll az frissen összeköltözött palid a sarokba, és iszonyatosan csurgat áll a szobába. Biztos, hogy bekarmolt előtte. Ja, hát az úgy sokkal jobb. Hát ha részeg volt, akkor az úgy sokkal jobb. Nekem is volt egy kedves ismerősöm, aki egy másik kedves ismerősömmel egy töltött az éjszakát, egy ilyen aludtak, nem kell semmi rosszra gondolni, és az egyikük arra kelt, hogy ilyen doppergésszerű hangot hallaszták, kiderült, hogy a másik ugye picit jól érezte magát este, de azt hitt, hogy kim van már a vécén, de nem volt, és a dinolám nem kunyált. Hát az ő lakásában ott van mellett. A vécé. Hát megszokás. Atya Isten. Uki, ügyes, kemény. Most azért lehet haragudni, hogy valaki álmában. Tehát azzal lehet valamit csinálni? Hogy álmában plukizik. Nagyon sok olyan pasír, amikor rájöttek, hogy brutálisan dolgozik a nő, és álmában. Hát nézd, figyelj, ha most nem eszel babot. Szerintem, ha egyet elenged, az helyes, de azért mondjuk... az olyan kis cuki, tudod, meghúzod a kis ujját. De fél óránként egyet? Húzi, mama. Igen, de amikor negyed óránként így egy sorozatot átkopog a szomszéd, érted? Hát figyelj, hogy halkabban mulassatok már, azért az egy idő után szerintem kellemetlen. Nyilván 10 év házasságban ezt megszokod. Egy frissen összeköltözött párnál azért a csaj lerobbantja a paplant róla, szerintem azért elbizonytalanodsz egy kicsit. Rá kell szegelned a matracra, de most legyünk őszinték, a férfiakkal szemben mindig sokkal elnézőbbek vagyunk, meg saját magunkkal szemben. Tehát, hogy ezek a dolgok, amiket egy hölgynek mondjuk így a rovására így felsorolunk ilyeneket, hogy büfög, meg nagy isten pukizik, meg ilyesmi, hogy meg csikorgatja fogait, tehát egy férfinál ez a belefér. Igen, a csajoknál való, igen. Ember. Igen, a csajoknál mégis való, hogy kicsit kiábrándítóbb, igen. Az milyen, amikor frissen összeköltözve rájössz, hogy a párod a reggeliét a WC-n költi el? Jézusom. Imádom ezeket az írja Viki, tehát megfogta a szendvicset, gyorsan bevitt a teás bögrét, és a szendvicset és a bögrét, elment a vécére, és ott megreggelizik. Ezek ugye egy randinál nem derülnek ki. Nagyon jó. Az összeköltözés után reggel mentem ki a konyhába kávét csinálni, amikor arra lettem figyelmes, hogy a barátnőm nyitott ajtónál végzi a nagy dolgát. Barátnő. Kérdeztem is tőle, te most ezt komolyan gondolod? Erre a válasz már az enyém, vagy az élet büdös oldalát is meg kell ismerned. Geri írta nekünk. Köszönjük szépen. Jaj, gyerekek. Ez a leborotválás nálam ez vezet. Nem mondta, hogy nem nagy forma az illető. Borotváld már. Volt kolléganom mesélte, remélem magára ismer az illető, a kolléganom csávója az összeköltözés után kiderült, hogy rendszeresen a mosdókagylóba pisil. És ez teljesen úgy mesélte, mintha normális lenne. Írja nekünk egy női hallgató. Az én pasimról összeköltözés után derült ki, hogy durván alvajáró. Tudnék mesélni. Hát az kemény. Volt alvajáró barátnőtök? Igen. Azért egyszer egy ilyet megnéznék. Veszélyes. Veszélyes. De mit csinál? Sztori. Hát tényleg korszál össze-vissza a lakásban, és hogyha mondjuk van egy emeleti rész, meg tényleg valamilyen többszintes házról, aztán nagyon veszélyes tud lenni. Tényleg semmit nem tud az egészről. De tényleg semmit. És de mit csinál? Marad egy egyébként, hogy nem ment neki igazából semminek. Tehát úgy tudod közlekedni a lakás, hogy nem ment neki semminek. Viszont tényleg most gondold el, hogy érted, hogy bolyong valaki a sötétbe. Hát egyrészt összecsinálod magad eleinte, amíg meg nem szokod, másrészt meg önveszélyes dologról. És reggel emlékszik rá, hogy mi történt? Nem? Semmire. Te tudsz ilyet, hogy mit tudom én, ő elkezd alvajárni, te meg bujócskázol vele? Vagy te... Nem, kiteszem a lábas, jót rögök. Persze. Tehát nincs, hogy nem ébresztett fölő alvajárt, meg elbújsz. Találj meg. Aki bújt, aki nem jöhetsz. Itt vagyok. Ez a klasszik előre teszi a kezét? Vagy az nem, igen. Látod, kérdezlek. Bebújok a mosogatógép mögé, hát ha itt nem talál meg, itt vagyok, találj meg. Tehát ez nincs azért. Nem, nincs. Csak visszavezeted az ágyba, vagy mit csinálsz? Nem, felépreztem a derekára kötök spárgán konzervdobozom. És hogy elkezd zörögni, akkor tudod, hogy felébred. Ne, veszélyes egyébként tényleg. Tehát, hogy lebolint valamit, vagy általában nem ment neki semminek, tehát, hogy ezzel nem volt probléma, csak, hát, most megcsúszik meg. Csak rákiabálsz, fölébred? Kirántom alul a szőnyeget. Igen, tényleg is fölébredheted, föl tud ébreszteni? Fel lehet ébreszteni. Minden további nélkül. Tehát, hogy az nem probléma. Fel, de akkor üt. Igen, akkor nagyon morcos lesz. Na jó, hát a többi SMS-t nem tudom beolvasni, mert nem adásképes, szóval...
Szóval szörnyű dolgok derülnek ki nőkről egyébként, hogy miket csinálnak, miket kérnek, de nem az a baj, hogy ezeket nem lehet már nagyon beolvasni. A borotválás messze az egyik legjobb volt. Jó van, itt van már is a játékosunk, akivel hármas ugrás játszunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Azért az is összeköltözés után derült ki, hogy úgy vágja a lábujjkörmét, hogy bármerre repül a lakásba, és a lakás bármely pontján neki áll lábujjkörmet vágni, és nem szedi össze. Azért az is szép. Ezért jó fürdés után, mert akkor már egy picit bepúl, akkor nem repül el. Igen. Noém írta. Halló, jó reggel! Sziasztok, Zsolti vagyok. Hello, Zsolti. Honnan hívsz minket, Zsolti? Lőrincről. Hagyjatok! Ne, 17. Nem, azért mondom. Egyre jó arcok vagytok, hogy szivatjátok Balázs. Megőrülök. Elmondja van egyszer, hogy minden második hallgató Lőrinc. Olyan, 94 ezer négyzetkilométeren élünk, és minden második hallgató Lőrinci. Hát ezt nem hiszem el. Hát. Sehol egy Veszprémi, vagy egy Dorogi, vagy nem is tudom. Dagdabújbújból telefonálok. Dagdabújbúj, nem tudjátok hol van? Taktaburbúj, de igen, mert humor van, minden van. Jó van, kolléganők ott vannak, vagy nagy a forró? Nem, én egy boldogok már áruszállítok pont, és most félbeszakítottuk, hogy tudjak játszani. Ja. Hozzád nem költözött senki, akinek furcsa szokása van? Hál' Istennek nem, mert nagyon szerencsés vagyok, hogy a feleségem összeköltöztem, és azóta együtt vagyunk. Aha, na, akkor te ezt megúsztad. És nincs semmilyen ilyet, tehát amit hallottam, azért szerencsés ember vagyok, tehát. Igen. Kemények vannak, nem? Azért... Vicc. Igen. Cúzik, meg nem tudom, meg horkolt, hál' Istennek semmi. 9 éves kislány mesélte neki a cumival a szájában a mesét. De vannak nagy meglepetések. Akkor igaza volt Balázsnak, hogy legalább egy hetet ki kellett volna bírnia, mert ott aztán még egyéb dolgok is elő... Aztán nem a gyereket altatja mesével, hanem magát. Igen. Na jó, van, milyenek a kérdések, Jani? Nehezek. Nehezek? Egyébként marha könnyűek. Tehát, hogy így fog rajta szerintem borsítani hál. Jó, így szól az első kérdés, Erikát nyakba akasztóért. Viszontlátásra, csak szép napot, kellemes hétvégét. Vigyázzanak meg. Csak óvatosan, első közösség. Hány éves emberre szokták mondani, hogy krisztusi korban van? 33. Így van. Így is van. Ja. Sátok, könnyű, tényleg könnyű legyen, mert 6 osztályon van, 2 első, 4 második, nem biztos, hogy nem is fog. Én született gegmen vagy. Így szól a második kérdés Zsadikát Szagyzorért. Melyik filmvégjátékban játszott Danny DeVito? Még egyszer? Igen. Melyik filmvégjátékban játszott a Danny DeVito testvérét Arnold Schwarzenegger? Foggalmam sincs, talán az ikrek? Nem voltam mester vagy. Így van. Mikor bumozhatok? Most, nem? Nem, az a harmadik. Ahhoz el kell buknod a harmadikat. Ja? Ah, mehetünk? Ne aggódj, elbukom. Na itt vagyok, figyelek. Így szól a harmadik kérdés Erikát sapkáért. Melyik ország egyik kikötővárosa Odessa? Nem a basszus van? Biztos rossz válasz. Na egyet mondhatsz. Egyet mondhatok, Odessa, nem tudom, Oroszország. Ukrajna. Jézus, tényleg. Na most bumolhatsz. Csak igen. Meg lett az, amit szerettél volna. Igen. Na nézzük akkor az ajándékcsomagokat. Mehetnek, megy az ajándékcsomag. Figyelj, Tiki Taki, indulunk. Igen. Jöjj! Azt a kutya fáját. Íve van. Kisült a gép. Ki? Hát, nálam semmi. Nem, füstöl. Nálam füstölni füstöl, csak ez inkább... Csak ez a bomba füstöl. Ez a hardware, igen. Nem jelez a rohadék. Sajnos nem. Nem. Kutyafáját, szemét ez a bomba. Na, egy ilyen volt, gyerekek, köszönöm szépen. Már nem is szeretsz annyira, mi? Nem is. Köszi, Zsolti, a játékot. Már hívnak a kollégáim, hogy itt szerencsétlenkedtem. Már most csörög. Jó, sziasztok. Ciao, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. De most akkor végül kiborotválta le neki, ha Kriszta nem. Saját magának. Tükörből. Igen? Hátra nézve pucsítva. Kérdezzetek nyugodtan. Csempe vagy mindenhol? Na jól van, gyerekek, bezárjuk a hetet, ami drága jó Peti hetesünkkel, jó? Úgy látom, hogy a VV hullám őt is elérte, énekel a VV-ről, meg a beköltözésről. Nekem
igazából ez van ideírva, ugye? Aha. VB Simonról és minden másról, igen. Jó, szóval, hogy Peti hetesezünk, aki összefoglalta a hét híreit, mi pedig meghallgatjuk. Jönnek a hírek, aztán itt vagyunk is. Sikítsatok, csajok! 9 óra múlt 9 perce, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk, és már csak egy óráig aztán megyünk hétvégézni. Ez jó hír. Ez jó Adjon. Hír, ez jó hír. Rávetülök arra a két csomag chipsre, amit kaptam az Annától. Istenes ezen a héten már alig várom, hogy kipróbálsam őket. Töltve, bekészítve. Görög tortilla chipset én még nem ettem, és most erre is lesz majd lehetőségem. Anna megkínált vele. Utána viszont nem volt drága. Sem. Hát a szokásos pénteki program, nem? Ja, jó lesz, jó lesz. Már nagyon jó filmeket szoktam így összelapátolni ilyenkor, de nem csak horror természetesen, úgyhogy tényleg várom, szeretem. Mi nem jársz moziba többet, ha így szereted a filmeket? Olyan keveset mozizol. Nem jársz sokat moziba. Pedig az olyan kötöttebb. Tessék? Kötöttebb. Igen, de hogy jó, azért az jó. Most meg ráadásul annyi jó film van, most itt vannak ugye az Oscar gyanús filmek, meg akiket jelöltek, meg akiket nem jelöltek. Csomó minden van. Ezek is meg lesznek. Nálam a mozi az egy ilyen társas történet. Tehát, hogyha a barátok el tudok menni, vagy valamelyik családtaggal, vagy együtt, ugye hármasban, akkor nyilván gyerekfilmekre, az inkább arra van. De akkor azt, hogy leveszélni, összeszervezni, összehozni, nem olyan egyszerű. Úgyhogy maradnak ezek a kis péntek esti ilyen kis izék, ilyen monstre videózgatások egészen hajnal négyig. Te se vagy egy nagy boziba járó, nem Feri? Vagy te most mondjuk voltál egy kettőn, de voltunk. Most már megindultatok, igen. Megnézte a patyonkin páncélost. Nagyon szép film. A sztori is érdekes, tehát most, hogy így nem tudtam, hogy mi a vége. Láttad az a fura maszkos csávok, aki egy fénykarddal kardozik, mondtad, hogy ez nagyon bejött neked. Igen, meg volt valami szőrös. Van, érted, hogy ez szédületes tényleg, az a szőrös, az a vuki, nem is értettem. Igen. Jaj, sajnos nincs magyar vonatkozás az Oscarnak, pedig jó lett volna, még nem tudtam megnézni ez a film, pedig nagyon szerettem volna. Ugye a Nagy Füzet című filmről van szó, Szász János filmját. Közel volt ahhoz, hogy bekerüljön. 9-ben benne volt, és az 5 bekerülésnél igen, érzett el. Tegnap volt egy interjú vele, nagyon helyes volt a Szász János. Azt mondta, hogy amikor megtudta, hogy nem került be, akkor nagyon-nagyon rosszul érezte magát. Most azóta eltelt egy óra, mire őt megkeresték, és azt mondja, hogy tulajdonképpen, hogy miért is kéne rosszul érezni magát, a világ legjobb 9 filmjében benne vagyok. Gyerekek, persze, nagyon nagy dolog, csak jó lett volna, hogy hátha esetleg így most bekerült volna, igen. Két fiúról szól. Érdekes történet egyébként, nagyon szeretik Amerikában is, még nem láttam, sokszor nekiindultunk, majd megnézzük. Ugye világháborús történet, hogy ők ott hogy tanulják meg túlélni a háborút, nagyon kemény. Na de, amit akartam mondani. Félre tőled művészet, jöjjön a heti értesület. Igen, hát Szász János meg ilyen komolykodás, jöjjön a mi drága Peti értesünk, az kell nektek. Na az aztán a művészet. KPM a 33-as úton, a Fauna étteremnél ebben a pillanatban, és a 3-as úton, a Veres Péter úton, szintén, nem tudom, hogy van ez pontosan, a buszmegállóban parkoló rendőr fotózgat nagy átéléssel. Rájuk nem vonatkozik a KRESZ, ezt Marcsi kérdezte. M3-as bevezető Hungi, Róbert Károly körút nagyon jól járható, meglepően enyhe forgalom, szép napot nektek, üzente nekünk Nóri, és a 61-es úton tengely terhelésmérést végeznek az NKH emberei. Böhönye, nagy bajok között, ezt Roland küldte nekünk. Köszönjük. Azt mondtam szépen. Már, hogy a BKK forgalmi rendet vezetett be a Flórián téri, valamint a Vörösvári úti, Váradi utcai csomópontban? Az egyes villamos felújítási munkálatai. De érte nem, hál' Isten, ezt még nem. Jó van. Inkább hagyjuk is. Hagyjuk ezt. Már nincs idő. Na, Peti hetesünkkel foglalkozunk, zárván a hetet, ugye pénteken mindig megénekli a hét híreit. Ezért is Peti hetes, nem? Így van, ezért is Peti hetes. A való világ láz őt is elkapta, hogy látom. Ugye azt lehet mondani, hogy ennyi indulatot egyetlen széria se gerjesztett, mint ami most van. Hát talán... Peti pedig ugye összefoglalta azokat az értékes és érdekes dolgokat, ezt ő írja, amiket ugye a VV-ben látott. Mit akartál mondani? Szerintem, hogyha az érkezési sorrenden, tehát hogyha a villa lakók érkezési sorrendjén egy picit változtattak volna, akkor nem váltott volna ki olyan heves reakciókat az első néhány. Hát, de nincs egy műsor elindulásánál jobb, mint hogy ilyen heves reakciókat vált ki. Hát tök tudatosan ebben a sorban mentek. Az, hogy írnak róla, kiváltják, nézik. Igen, egy csomó ember azért nézi, mert annyi mindent olvasott már róla, hogy most már belenéz. Ez mindig eléri a célt, ez tök jó. Igen, csak az első négy ember az nagyon egyívású volt.
Megmondom neked őszintén, hogy én a beharangozó anyagnál lemondtam erről a VV6-ról, tehát amikor már mentek ezek a promók is filmek, amiben gyakorlatilag az volt, hogy állt egy csávó anyaszült mesztelenül, és a himbilimbit lóbált a körbe, ő szerintem be is került. De hogy én arra így nem voltam kíváncsi. Hát tehát verje mindenki a sajátjával, érted azt, amit akar. Hát ő kb. Ezt is csinál. Ő ezt is csinál. Beköszön. De jó, jó. Megérkezett. Azt mondta, hello. Nézzem. Az ő köreibe így integetnek egymásnak. Ja, tehát én vagyok elmaradva a világtól. Nem, ez az ő szegénységi bizonyítvány, ez teljesen egyértelmű, de hát ez van. De miért szegénységi bizonyítvány, gyerekek? Hát én sem nézem a VVT-jükön, megmondom őszintén, de egy ide extrovertált emberek mennek be, a dögunalmas emberek mennének be, egy hónap után nem néznéd. Tehát kicsit azt utáljuk bennük, amiért egyébként nézzük őket. Tehát ha extrovertált az a baj, ha dögunalmas egyébként az a baj, akkor mi a jó? Tehát hogy nem az a jó, hogy egyébként ilyen extrovertált hülyék mennek be, akiket egyébként utána 6 hónapon keresztül tudsz nézni, mert extrovertáltak, szerepelni akarnak, szórakoztatnak. És én nézem, bevallom férfiasan, tudom megtalálni az RTL2-t, de hogy ha most bemenne 6 a Pamlagon alvó egyébként csendes meditatív állapotban 24 órát alvó ember, akkor mit néznének azok az emberek, akik vágyal, egyébként fanyalognak? Hát? Nem a maga mutogatási vágyal, meg az exhibicionizmussal van gond, az tök jó. Mi is valamilyen szinten egyébként ilyenek vagyunk, csak másképp fejezzük ki magunkat. Tehát, hogy itt az eszközökkel van gond, tehát, hogy bemented az a 3-4 ember első körbe, és akkor gyakorlatilag ezek csak ezt az altesti vonalat képviselték mindenféle tekintetben. Érdeklődési kör és a kifejezésnek de a minősége, sosem volt egy magasan repülő. Igen, csak nem az első nem két napban jöttek elő ezek a dolgok, hanem mondjuk a második héten, vagy a harmadik héten. Igen, szerintem az ingerküszöb is más. Tehát most már azért egyre több és több kell a nézőknek is. Tehát most egy ilyen szolid, csendes beköltözésnél már egyébként az már pont senkit nem érdekelt volna. Részben tehát így ez belökte a műsort, nyilván nem ettől függ, hogy nézik vagy nem, hanem majd 3 hét múlva elindul-e maga a cselekmény sorozat, de az, hogy most ezek így mentek be, hát szerintem... Hát, szerintem pont a heves reakciók mutatják azt, hogy még azért nem ilyen. A heves reakcióról az a véleményem, hogy ebben az országban senkinek nem jó semmi. Tudod? Tehát ha 6 unalmas ember ment volna, akkor azt vikáznák, ha most 6 ember bement, hogy most lobálják a farkukat, akkor azzal van a baj. Soha semmi olyan dolog nem született még ebben az országban, ami egyöntetően ennek az országnak egyébként jó lett volna. Hm. Nem a VV-t nézem, vagy védem, én sem nézem, csak egyszerűen nem tudom, hogy azoknak, akik egyébként kommentelnek, meg fórumoznak, hogy na ez miért ilyen, és rohadjon meg mindenki, ez a szemét egyébként meg megnézi, az meg, a neki meg mi kell? Milyen jó? Hadd osztja, ezt kitolvasok, bement volna, az jó lett volna? Tényleg nem akarom így festeni magam, mert itt, hogy hívják előadni a izét. Nem is nekem mondom. De hogy vannak szórakoztató pillanatainak műsornak, meg engem is szórakoztat benne némelyik ember, mert mit tudom, ott van például Gyúros Józsi, aki engem kifejezetten nem szórakoztat. Tudom, na hát róla például azt kell tudni, hogy engem azért lepett meg alapvetően, mert én nem tudtam, hogy egyébként szárazföldön is élnek amőbák. Ő ilyen kis egy kis nem bonyolult. Igen. Fé, úgyis pár hét múlva derül ki, hogy mi lesz belőle. Tehát ha ott jön majd, hogy van-e valódi fordulat, meg cselekmény, meg szappanopera, vagy nincs. A nagy antré után azért ez visszaesik, aztán majd 2 hét múlva elindul úgyis a sztori. Peti, miről énekelt? A beköltözésről magáról? Így van. Igen, és külön-külön. Őket személy szerint. Tehát aki még nem ismeri őket, az most egy nagyon szép képet kap majd a Petitől. Igen. Igen, nézzük, tudod így névileg? Nem tudjuk névileg, ugye, hogy kit indítunk el. Uh-huh. Nem adott neki nevet. Szerintem olyan sorban van, hogy be van írva, nem? Igen. Hát, tételezzük. Na jó, hát akkor nézzük meg az elsőt. Jó lenne tudni, hogy kéne konferálni, hogy kiről énekel, vagy miről énekel, mert ugye minden karakternek megvan a jellegzetességem. De mindegy, meghallgatjuk akkor Peti első énekét a való világról. Na csám, megjöttem, én a cool fazon, jól megpörgetem, én a kispa. Ó, de imádom a való villát, könnyen kaphatok egy jó pihé. Alapok tudom, nem dicsérnek, de ha kimentem, jó leszek DJ-nek. Büszke vagyok rá, ha megyek kakálni, fél év és irány visszakapálni. Való, való, való villa, való, való. Minden csávó, minden lányé, ez a stílus, ordenáré. Ezt a bandát meddig bírjuk, a lekoszt még visszasírjuk a dusoló. Utazás nyer, a legjobb végül.
Annyira tudtam. Imádom, hogy osztja őket, de annyira lubickol is benne. Imádja. Na, Charlotte a következő, ugye? Igen. Aki azt állítja, hogy több mint 500 pasival feküdt le. Hány vagy Charlotte? Figyelj, korán kezdte és sűrűn folytatta. Ez több mint 500 pasi, gyerekek. Hát ha minden nap jön egy, akkor az is több mint egy év. Ha minden második nap, az már akkor ugye két év, vagy másfél. Még jöjjön három naponta egy, akkor azért az egy két-három éves meló, mire azt végrehajtod. Azért az nem kevés. Azt hiszem valaki kiszámolta, hogy két naponta kellett. Tehát, hogy beleszámítottuk azt is, vagy beleszámítja azt is, hogy már, mit tudom én, azért nagykorúság előtt azért még ne nagyon kavarjon, stb. Hát ilyen két naponta kellett másolányba bújni. Jó, és ha olyan este volt, amikor hárman, hát... Mondjuk ez is. Ugye? Igen. Hát nagy kanállal. Mondjuk lehet egy nagy, igen. És akkor van két nap szünetet, ti ilyen. Hány törös reggel elfejtett, hogy most hány stigulát voltak? 5-5? 6-5? Hány? Itt volt a Józsi, a Béla. Ödön itt volt, de csak maszatod. Ő nem húzom be. Maszatod. Jó, szó már felénél kidőlt. Na, megyünk tovább, meghallgatjuk Peti, mit énekel Charlotte-ról. Charlotte egy könnyű. Megvan még bent néhány. Ez a Charlotte-ka, igen, azt mondja, csak pricskölni megy a sóba. Ha így viszked, hát menj inkább egy kamion parkolóba. Ez a pink alapos Alexa meg jobban nyer itt, mint egy ló. Ez a kompánia pont nekik való. Ez tiszta szégyen. Oh, the ribbons. Egy izomagyú férfi már beindít, igen, nem kell az agy, csak legyen nagy. Oh, the ribbons. Egy izomagyú férfi már beindít, igen, nem kell az agy, csak legyen nagy. Petinek lesz néhány polgári peres eljárása. Ez egy idézet volt, mert hogy V.V. Éva volt az, aki leribizte Charlotte-ot. Igen? És hát Éva? Ő is jogalapja van hozzá. Miért mondott rá ilyet? Hogy miért kell rá ilyet mondani? Vagy ismerik egymást? Vagy, nem? A benyomások alapján, amiket a televízióban szerzett. Mert az ő tisztességes, visszavonult életéhez képest, a V.V. Éva életéhez képest ők. Ja, és a V.V. Éva már elmondta a szereplőkről. Oké, na megyünk tovább, nézzük, hogy kik vannak még. Jön a következő ének. Charlotte? Simonról énekel Peti. Simon, te hipster Harry Potter, nem találtad meg a bölcsek kövét. Elveszel minden pulóverben, azt hiszed rajtad kívül mindenki sötét. Józsi a hikom a Terminátor, harcsájad csak egy kis neci. Eszel, mint egy marék lepkének, hogy volt ő a leggyorsabb ivarsejt. Ennél jobb helyet nektek nem is tudnék, ahol a lányoknak a briatét. Legyen valami pesgő, legyen valami borrá, legyen egy-két ríbi, ez a mennyország. Legyen valami pálesz, minden este bál lesz, ha kevés az agysejt, ez a megoldás. Na jól van. Oké, van még egy. Aurélió. Ki az Aurélió, Jani? Aki belengetett. Aki pörgetett. Igen, aki pörgetett és integetett. Beköszön. Így van. Azt mondta hello. A harmadik kezével. Hát ő így mehet a kommunikál. Hát most. Hát igen. Na meghallgatjuk, Peti, mit énekel Aurélióról. Itt ez az Aurélió, mondd meg, hogy miért jó, Pali, ez a srác. Szerinte túl macsó, de könnyeket ejt, ha egy pici pókot lát. Azt mondja, profi focista, de nincs az a lista, ahol megtalálod őt. Bármit kamuzik ő, hogy végre kapjon egy szakadt nőt. Tudod, bolond, aki sír egy pók után, a kamerába bámul ő után, vagy tekervény helyen. Ő inkább a pöcsét pörgeti, ez a csávó pont annyira olasz, mint a Krisztófel kubai.
Mi ez a pokos sztori? Aurélia egy picit hát, hogy pánikromot produkált, igen, egy póktól. Nézd, de kamu pánikrom, vagy tényleg? Tehát, nem, igen, nem, igen, nekem hitelesnek tűnt. Igen? Nagyon, aha. Hát amit láttam belőle, az nekem kiborult egy póktól? Igen, arachnofóbiás ezek szerint a srác. Ha, tehát öcslengetés, oké, okay, póknézés nem oké. Okay. Értem. Na, és van még egy hírünk, ez már nem VV, Bencsik Tamarával kapcsolatos, csak azt nézem, hogy mi is. Biztos a tetkós meztelen fotói, gondolom. Miért nem írja oda a Peti, mit csinál? A tetkót meztelenül fotózták Bencsik Tamarán? Hát, így eltakarta a kezével az érzékenyebb részeket, de hogy teljesen tele van rotta magát egy csomó helyen. Bencsik Tamara egy énekes lány, kérlek honnan? Szépen. Bocsánat, én őszintén kérdezem. Hogy megasztáros. Megasztáros, Tamara. És ennyi. Aha. Ennyi. Gondolom Peti bele szeretett, hogy minden nőbe, aki vagy vetkőzik, persze, vagy vetkőzni akar, vagy jó csaj, vagy az lesz, vagy férfi volt, de nő lenni a Petinek mindent. Gondolom Peti belezúgott. De a vévéseket is kiosztott, de valójában én azt gondolom, hogy nagyon gyorsan telefonszámot cserélnének, hogyha találkoznának. Na, tehát Bencsik Tamara és Polgár Peti viszonyát hallgatjuk meg a következő másfél percben. De baron hangítsál, ez a vajdasági csaj, hogy nem az én fülembe dalolja csak az a baj. Ahogy elnézem a nyuszis magazinba, rögtön el tudnám képzelni magunkat egy közös dalban. Ó, darling, rock a karnái, vo-vo-vo-vo, első egy szép lassú dal, másodszor már bankot akar. A popdalon, a szólón, az R&B-nát ritmusra döngetem ezt a baró topot. Együtt akarok veled szólni, szállni, ha te vagy a zenekar, nem akarok kiszállni. Oh, a karnái, vo-vo-vo-vo, első egy szép lassú dal, másodszor már bankot akar. Peti! Arembina! Arembina! Azt írja, Peti írt nekem közben esemény, hogy Tamara az orgazmusáról énekel, és na, hogy erről énekelt most a Peti akkor. Csak lehet, hogy ezt én nem találnátok, odaírta, vagy nekem nem írták be a szerkik, nem tudom. Hosszú dál vajon. De milyen durva, hogy erről énekel valaki, nem? Figyelj, egy érzés, egy volt valaki, valamit becsempészett a villába, vagy nem volt ez? Hogy valami hír, hát most vittek be? Vagy igen, nem? Hogy valami drogot sikerült a villába becsempészni. Állítólag ez volt a hír. Igen. De hát ne, most lehet szerinted, hát te csináltad. Már én csempésztem. Egy darabig mehet. Figyelj, bármikor vezettünk a Lilúval, vagy bementem esetleg a villába, én mindig vittem nekik egy kis kanabiszt. Tudod, mennyit fizettek érte? Nagyon sokat. Azóta is azt törlesztik. Elvileg megmotozzák őket, meg a bőröndöt, meg mindent, hogy van-e konkrét testüreg motozás, ezt nem tudom, de magát a bőröndöt, a cuccokat, azt le kell adni, tehát mindenüket átnézik tetőtől talpig, hogy a doki néze üreget, azt aha, nem tudom, azt nem hiszem, de azon kívül minden, tehát kevés az esély. Azt már hallottam, hogy valaki próbált bevinni szanaxot, ezt, azt, és azt, hogy elvettek a 4-5-ös szériában lakóktól, akik így megpróbáltak átvágni a szerkesztőket. Van, aki 3 csomag szanaxszal készült, azért az mennyire jó. Vagy van, masszív szanax függő volt egyébként kint. Ezeket elveszik. Testüregben nem tudom, hogy át tudnak-e vinni. Máshol nem hiszem, mert minden nagyon részletesen átnéznek. Be is van, hogy ki volt. Ja, nem akarom bemondani. De mit akarok mondani, hogy egyébként a viselkedésükből simán lehetett volna arra következtetni, hogy vittek be valamit, de nem. Ők alapján hozzák. Hozzák ezt, amit kell. Na jó, van, 9:30 lesz, 2 perc múlva, egy pici reklám, aztán itt vagyunk mi is. 9:30 múlt, pontosan 4 perccel, hello mindenkinek. Egy jó kis Olá Gergő. Ez most nagyon kellett a lelkemnek. Azt gondolom neked, hogy mennyire a kell. A mocsokból, a fertőből, mi? A csirkedarálásból, a hörgésből, a röfögésből. Úgyhogy gyorsan meg is néztem a Aurélio pánikrohamát. A pók miatt, amit simán csempészed. Durva? Jó? Fél szerintem nem játsza el. Tehát nem tudja így eljátszani. 5 évek bepánikolt. De mókás. Azt mondja, Jani, te le vagy maradva. Józsi bevallotta tegnap, hogy ő valójában okos.
Ez imádom az ilyen dumákat. Józsi tegnap bevallotta, ő valójában okos, és már kiismert mindenki. Ő a legjobb akkor, amikor mondanak neki valamit, egy hangot nem ért az egészből, és akkor mindig hátra szokta így billenteni a fejét. És ilyen nagyon flagma, nagyon lenéző arckifejezést vesz. De olyat, amiért senki más. Csak te nézed, te függő lettél. Na, francia. Persze, és nem tudok olyat kérdezni, amit ne tudnál az elmúlt két évben. Nyilván. Jaj, adjál már. Ez is olyan vagy, hogy senki se nézi, csak de Józsi. Mindenki látja. Csak Józsi, mert számomra nagyon érdekes jelenség. Nagyon izgalmas. Nem ciki, hát nem. A srác, aki 18 éves korára már annyit tömegnövelőt told be, hogy szétrepett mind a két a válla, mint valami 20 éve, hogy hívják alatt, gyúró, irgalmatlan testépítőt, bort. Nem, ne ostorozd ezért magad. Hát te leszel, ami vévi felelős. Hát, hogy rám akarod tolni, de nem. Sajnos, de nem nézem annyira. Belenézeketek, de... Bele. Nem tudtuk olyat nem olyan mondatot nem tudtam mondani, amit ne ismertél volna. Mivel ti nem nézitek, bármit kamuszhattam. Ez is igaz, hát, igen. Tényleg. Csabi, jó reggelt. Jó reggelt, szevasztok. Én ezen már többször gondolkodtam, de most már tudom, hogy kell egy olyan sportcsatornát indítani, ahol alternatív módon közvetítik a sportot. Aha. Azt hadd meséljem el, hogy hát itt a stúdióban van egy televízió, ahol a tenisz megy. Csak az, semmi és más. És ahogy ti nézitek a teniszt, és közvetítitek, hogy mi történik, mondjátok nekem, aki hátul ülök a tévének, hát egyszerűen látom a meccset. Ugye? Is. És élvezed is. És sokkal jobban élvezem, mint hogy hallanám azokat a szakkommentátorokat, akik frankon elmondják, hogy mi történik. Igen, Feri, nagyon jó. A laikusként egyébként tök jól csinálja. De idióta, hülyes! De hülyes vagy, hogy na ez szép volt, na ez már megvan, na ez már megvan. Nézd a gyúrós, nézd a jó csaj. Szegény kislány, na üzem vagyok barom, ha másik. Gyerekek, én kicsit elfogult vagyok. Kapcsold már vissza a nőire, hát kit érdekel? Jó meccs. Gászké Robredo se rossz van. Egyébként, de hogy közben meg a Jelena Jankovics játszik a Samantha Stosura, és nagyon nagy meccs az is. Meggyőződésem, hogy ennek olyan nézettsége lenne, hát egy ilyen közvetítésnek. Biztos, egészen biztos. Tenisz szívesen közvetítenék. Ha engednének csúnya szavakat is. Hát igen. Itt, mi történik, srác? A látvány is. Szerintem az első szettet elbukta az Ivanovics. Nem lehet, nem engedi. Tulajdonképpen ennyi. És a Gascony Robinsonból ki nyert? Jaj, nem akarok veletek teniszről beszélgetni, komolyan mondom. Gascony, igen. Jaj, Istenem. Ma már volt vazelin. Volt már minden. Vazelin is játszott, és Gascony. Mindegy, a teniszkedvelőknek mondom, hogy este lesznek majd nagy meccsek. Nadal, Monfils nem gyenge, Simon Tsonga szintén nem rossz. Te gyönyörűen vitatkozik ez. A Federer nem tudom, kivel játszik, nem ismerem. De azt gondoltad volna néhány évvel ezelőtt, hogy majd velük fogsz teniszt nézni, és őket érdekli? Nem érdekel. Hát azért az túlzás, hogy őket érdekli. Ez egy ilyen közös elviselése az ökkenőmentes munkamódszerünknek, hogy amit ők szeretnek, akkor én nézem, most két hétig Ausztrál Open van, akkor ők nézik, tehát ez inkább egy ilyen egyesség sem, ettől ők nem fogják meg szeretni a teniszt. Csak a női teniszt hajlandóak nézni. Hát jobban, hát egy csinosabbak is. Sokkal, egy Andy Murray-nél azért egy Jelena Jankovics azért az igen. Hogy az Ivanovics azért az egy... Jankovics nem, de az Ivanovics az egy helyes csaj. Hívjuk a naphallgatóját! Legyen. Legyen, Anna már szágul. Megnéztem a kedvedért, Federer Wilsonnal játszik. Jó, ide jó lesz. Tudom. Ovennel? Úristen, nem a Jani az utót mondta, mint itt ő márka. Mert nem tudta, hogy kivel játszik, hanem hallottam. De szép 30-15-tel. Mivel játszik a Nadal, tessék? Sziasztok. Az bizony, hello, jó reggelt! Sziasztok! Krista vagyok. Krista, igen. Krista, szenzációs volt a történeted, amit írtál, szeretnénk, ha ugyan én beolvastam, de te két mondatban azért ezt elmeséled, hogy lássuk magunk előtt, hogy ez hogy zajlott. Ugye arról beszélgettünk, hogy az összeköltözés milyen nagy csodákat rejt, amikor valaki olyannak költözünk össze, akit még nem annyira ismerünk, megérkezik a kis csomagjával, és egy-két héten belül ugye fény derül néhány addig leplezett igazságra. Hogy te mit tapasztaltál, ezt megírtad nekünk SMS-ben. Igen, ez egy pár hét után derült ki, hogy ő milyen alkat, tehát ugye kicsit úgy szőrösebb az átlagnál. Ezzel nincsen semmi gond, lehet, hogy őt zavarta, és ugye jelezte ezt felém, hogy hát lehetne egy ilyen dolgot, hogy a hátam, meg a fenekemnél esetleg leborotlan. Épp persze, jó, hát ugye gondoltam, hogy hát ilyen vagy, hát csak biztos viccelt. És az egyik nap ugye kint voltam a konyhában, kicsim, gyere már, légy szíves, akkor csináljuk, mondom, mi a baj, gyere már, és szó szerint, ahogy bementem a szobába, az ágyon
négy kézláb, és kikészítve az összes dolog hozzá. Hát én azt hittem, hogy rosszul lesz. Figyelj, és hogy négy kézláb pucsítva a szobában, kikészítve habbal, meg borotvával? Ez a legrosszabb, hogy nem volt hab, hanem vizes vatták tett oda. Víz? Aha! Hú, nagyon igazi ínyenc volt. Katasztrófa volt, és úgy egész a látvány szerintem ez halálomig kísérni. És mit mondtál, hogy akkor kérlek, öltöz föl, vagy ha már ott volt, akkor megcsináltad? Hát mondtam neki, hogy össze a piperes utcodat, és akkor viszontlátásra. Ezért kirúgni, ezért nem is szeretted igazán. Hát figyelj, de az, hogy egy nő, ez 17 évvel ezelőtt volt, aha, de egy ilyen látványtól én úgy gondolom, hogy ez... Tehát ma már megcsinálnád, de 17 évvel ezelőtt nem. Figyelj, és tök mesztelen volt a szobában? Tök mesztelen volt, mikor várt téged négy kézben? Igen. Teljes mértékben. De hát egy férfi úgy hátulról, hogy teljesen középről egy mindent lát, ez kicsit így visszanézett rád, mint a kutya, amikor így hátrafelé szimatol, így hátrafordított a fejecskét, és akkor ott lógott minden, aminek. Kicsit esleklően és beleszimatolt a levegőbe, mint egy vizsla. Nagyon nagy sztori, nagyon jó. De jó. Hát ez óriási. Jó van, te vagy a naphallgatója, küldjük neked az ajándék csomagot. Jó, helyileg hol hallgatsz minket? Nyíregyházám. De jó. Dolgozol? Igen, dolgozok. Mit csinálsz? Milyen munkát? Jó kérdés volt, látod? Tudtam, hogy vicces vagyok, de azt nem, hogy ennyire. Nem, csak pont erről beszélgettünk a kolléganőkkel, hogyha esetlegesen lenne egy olyan dolog, hogy megkérdeznék tőlem bárki, hogy én hol dolgozok. Adatrögzítéssel foglalkozok egy cégnél. Digitalizálással. Ez még tényleg elég vicces. Ez jó. Ja, tetszik, hogy ez... Egyébként tényleg vicces. Aha, ez jó, ezen ilyen helyesen nevetsz. Krista, egy gyönyörű szép ajándékcsomaggal szeretnénk neked jó hétvégét kívánni. Nagyon jó. Én is kívánok mindenkinek nagyon jó hétvégét. Köszönöm Krista. Szépen. Nektek sziasztok. Hello. Miért az most mennyivel lett volna jobb, hogy azt mondja, hogy szívem, itt van már forra a gyanta. Imádom. Csabikám, remek zenei lesznek ma is? Ne viccelj, nekem mindig remek zenei vannak. Ráadásul a Katy Perrynek van most egy újdonsága. Unconditionally ez a címe. Ez egy kicsit lassabb, nem annyira tempós. Aha. Viszont nagyon jól énekel benne a csaj. Mondjuk ő eddig egyébként is mindig jól énekelt. Igen, és most hallgassátok meg, mert ajánlom nektek, ez nagyon jó. Na igen. És neked, Csabi, kócolható a popsid? Vagy Laura hevesen borotvál. Bevallom, én voltam az, csak aztán találtam egy nőt, aki leborotválja. Aki megcsinálja, mindig vállalja. Írja egy hallgatói, remélem jövő héten a kézi EB-ről is beszéltek. Beszéltünk. Tehát ha valaki nem hallgat minket 4 órában, akkor igen, ne vádoljon meg minket. Beszéltünk, akkor a reggel levezettük, hogy már döntőben vannak. Így van. Ami közép, de már bent vannak, és nagyon drukkolunk. Nagyon drukkolunk nekik, igen. Kapcsold be a tévét, nézd meg Ivánt, mindjárt tudod, hogy miről beszélünk. Na jó, van hétvége. Recept? Van recept, de kit érdekel, mikor Iván üti a labdát. Még mindig olcsóságra törekedve, ugye a évvégi kiköltekezés után a januárban babos csirkés pitel lesz, tök egyszerű. Jó. Jó, és az éjszakai, hát pukihoz. Fejtegettünk, legalább van mire fogni. Mexikói? Kicsit ilyen becsavart? Nem, nincs semmi benne, tehát ilyen formába tudod megsütni. Mexikói, merekén mexikóit csinálni. Azt hittem, hogy ilyen tudod, ilyen pitába, vagy miben ilyen tortilla, vagy quesadilla-szerű, vagy valamilyen ilyen... Lehet. Pázol doble. Igen. Hát bocs, azért, hogy nem ismered a quesadillát, nem tudok velem mit csinálni. Szóval fönt a Facebookon? Fönt a Facebookon. Hát ha főtették, akkor fönt van. Fönt. Én átküldtem képbe a recepttel. Együtt egyszerű, és viszonylag olcsó, tehát még a BLC-hez képest határozottan. Jó van. Jó, szivar mellé. Csabi jön a kívánságműsorra, mi pedig jövünk hétfőn, jó? Jó. Hétvégén ne higgyatok. Okay. Jó? Jövünk hétfő 6 órakor. Szevasztok! Sziasztok! Jó reggelt! Majd mi is